Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Újra az éterbe robban Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Itt a Klassz FM-en. 6 óra múlt 14 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, Jani, hello, Feri. Sziasztok. Hello. Hello, drága hát hallgató. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Kedv van. December, nem tudom mostában miért ragaszkodom hozzá, hogy mindig mondjam, hogy hányadik, a tizedike. Mert ez olyan szép hagyomány lehet. Igen. Tudják az emberek, és én szeretném a névnapot is mondanál ezentúl. Ó, de utálom azt. Fú, december, illetve, hogy ezen a napon 1964-ben ölték meg Kennedy, nem tudom, húgát, 69-ben léptek a Holdra. Ezen a napon, annak mi értelme van? Azt nem tudom. 1317-ben? 850 évvel ezelőtt, nem tudom, 1206-ban a Muhi csatában elesett, nem tudom. Azok nagyon jók tudnak lenni, igen. Jó volt, tehát mindenki csinált egy időben reggeli műsor néven, tehát minden egyes médium, hogy elmondta, hogy a névnapot, anyadika van meg egy ilyen történet. Igen, csak ezzel az a baj, hogy ezt kapaszkodónak szokták használni általában a kezdő rádiósok, viszont ezt a műsor elején szokták elmondani, és akkor még mindig ott van egy pár óra hátra, amit meg kéne tölteni valami. Igen, nekem ez mindig ilyen töltelék, tudod, hogy akkor gyorsan elment 6 perc, elsorolom a Csongor család, Csenge, Csoma, Csompi, Csimpi, Csumpi, Csomi, Csömi. Aki az oroszlánnal megküzdött és győztesen került ki a viadalba. Igen. Újabb 3 perc meg van belőle, és most zene. Igen. Na, gyerekek, hát tegnap mi volt ez az időjárás tegnap? Ez a viszintesen eső, szél, vagy eső, meg szél? Hát be akartuk menni így a vásárba kicsit, de hát ilyen időben nem lehet. Szörnyű, nyomasztó volt. Ez szörnyű volt. Szörnyű, de ez a semmi. Tehát, hogy se nem tél, se nem ősz, se nem, semmi. Tehát, hogy így hideg volt, de nem annyira, fújt a szél, de rohadtul, egyébként meg az esett az eső, de az se annyira. Nem volt tél, csak egészen szörnyű volt. Mi vásárolni voltunk. Mi szintén nem karácsonyi vásárló, hanem így ilyen karácsonyi ajándékokat próbáltunk meg így összegerebjézgetni. De hát boltról-boltra menekültünk. Bementünk mindenhol alibizni, nézelődni. Valójában szinte semmit nem vásároltunk. És a kettő között átfutottál. És ugyanez. Tényleg, ahogy mondod, szó szerint két üzlet között meg sprinteltünk. Szörnyű volt. Meg ez is, ami most ki van. Most nem vészes. Ez a 6 fok, nem esik semmi, nem fújt. Tél, akkor már legyen már tél, mert ez már ilyen semmi. Decemberben nem lesz. De pluszok. Tehát, hogy így ránézek a telefonra, és akkor azt látom, ez a baj, hogy mindig ez van. Mert december, vagy legyen már valami mínusz. Most is néztem, érted? Plusz 1, plusz 5 között, ráadásul még így bevillantott Ákos is egy ilyen esetleges plusz 10 nap közben, és egész héten semmi extra. Ez lesz, majd jön a január, akkor nagyon hideg lesz, február kicsit enyhébb, aztán márciusban megint. Tehát ez most már tök standard. Ez szerintem csedd le az Ákost, ahogy bejön a feles hírekre. Ugorj neki. Igen, kell keresni egy bűnbakot. Igen, mit mondogatod a plusz 10-eket? Hallgattam ezt a Wolf Katy dalt idefelé, és rájöttem, hogy ő most valahol Ázsiában bolyong még mindig, és úgy együtt éreztem vele, hogy fogja a két kezét ott a hongkongi forgatagban, és próbál boldogulni. Így felidéztem azt a beszélgetést, amit ugye vele folytattunk egy pár héttel ezelőtt. Hát, gyerekek, azért az nem lehet könnyű. Nem egyszerű. Nem egyszerű élet. Jövő nyáron jönnek majd haza. Ja, egy rövid időre. Nagyon nem látja még a végét, szegény Kati. Fú, hát azt nem irigylem. Az első karácsony, az első szilveszter külföldön. Ja, ne, hát az első karácsony 30 fok van. Nekünk most egy ismerősünk Ausztráliában van, egy évig ők is kimentek dolgozni, vagy kettő, nem tudom pontosan, és küldi a fotókat a tengerpartról, ahol bikiniben díszítenek karácsonyt. Így van, fel. Persze. Hülye vagy, hol a hó? Nem lehet bikiniben, nem? De nem. A legjobb. Pedig egyébként jó lehet, egyszer kipróbálnám. Ugyanakkor meg kell hozzá, amit Jani is mondta, hogy kicsit hideg, legyen egy kis hó, fehérség, nem? Én szilvesztereztem már úgy, hogy másnap 30 fokban. Uh-huh. És azért az elmondhatatlan. Nem, január 1-én fürdőgatjába mászkálsz a tengerparton, azért az nagyon kemény. Van egy feeling, viszont a fenyőfa az meg hiányozna. De? Nekem rettenetesen nem hiányzott. Hogy itt a Klassz FM-nél nem bízunk semmit sem a véletlenre. Bejössz, ugye az előtérben ott egy hatalmas fa. Jó, átjössz a kis soromponkon, bejössz ide, még egy nagy fa. Még egy nagy fa mögött, egy kis fa. Úgyhogy még véletlenül se legyen az, hogy valaki ide bejön és nem látja azt, hogy most karácsonynak kell következnie perceken, napokon. Hát van egy folyosós kollektív, ilyen magyar nemzetes, mit tudom én, milyen Klassz FM-es, mi kik vannak még itt, Sport TV, vagy nem tudom. Nem, az övékében van szerintem, az nem csak zöld, hanem piros-fehér is. De igen, de van egy nagy a folyosón, van itt egy külön Klassz FM-es, és hol a kicsi, mi a legkisebb? Itt behoztam.
Behoztam takarásba, mert ahogy beléptem egyébként, ott volt az ajtó előtt, illetve a szekrény előtt, amit nem lehetett ezáltal használni. És akkor gondoltam, behozom ide a nagyfa mögé a kicsit is. De nagyon jól tetted, mert most viszont az előterünket nem lehet használni. De jó, tehát kell. Hát a szekrényben ott van mégiscsak minden. Te a filterek. Nem tudom, ez a kiveszem a műfát, leporolom, ez valahogy nekem továbbra sem üti át az inger küszöbömet. Tehát ez nagyon szép, ez meg helyesek, akik feldíszítették, de hogy de beállítani egy fát, kicsit van illata, nem, lecsippentesz róla két ágat, meggyújtod, az egész, ez berakok egy szimmetrikus műfát. Egyszerű, kicsit szép. Lefújom, leporolom az acskóját, elrakom a szekrénybe, mert majd abba fogom visszacsomagolni, tehát valahogy annyira illúzió romboló, hogy nem tudom hova tenni. Egyszerű beruházás, évekig jó. Érted? Gondolkozz már céges fejjel. Nem hullik, nem lesz bajom. Még cégnek csak-csak, de otthonra, hát az, az végképp nem mi tudom. Mi lesz most idén? Mert tavaly már ugye nyitottál az élő fenyő felé. Most? Ja, semmi, kimenjünk vissza az udvarra, feldíszítjük az egyik túját. Semmi is elég nekünk már. De élő is, zöld is, érted? Majdnem fenyő, de mégsem az. Érted? Ott van, ki, majd fel, kimenjünk, aztán megszórjuk. Mennyi. Nincsen ezzel semmi gond, egyébként meg ha innen eltűnik egy, akkor értitek, úgyse veszi észre senki. Tényleg a kettőből az egyiket elviheted? Hát a kisebbik, az pont elfér. Vagy a nagyobbat vinni? Hát, az már lehet, hogy... Akkor ki kéne vinni a konyhát a kertbe? Hát, valahogy nem tudom, akkor hozzá kéne építeni a kertfóhoz. egy külön faltárolót. Igen, egy faltárolót. Ismerősen mondtam, vannak ilyen színes fák, én még nem láttam kapni fekete fát, meg lila fát, meg befújják valamivel. És ezt meg zölddel díszítik? Tehát maga a fenyőt fújják le, állítólag vannak már ilyen színes fák, nem, amik az kapható. Nem, élő. Hát, ez egy műanyag fenyő, amit feketé... Az is lehet, hogy műfa, amit már lilában veszel meg, vagy igen, valószínű, tehát nem az élőt fújják le. És színesen veszed meg a fát. És az milyen, tehát hogy... lila fa, zöld fa, fekete fa. Szörnyű. Mondjad? Milyen, hogy negyed fenyőt veszel, negyeded, és nem tudod állítani a sarokba. Ha, az nagyon jó egyébként. Szörnyű, az nekem szimpi. Negyed fenyőt veszel, mondjuk rózsaszínben. Ilyen a praktikum. Hogy a kettőt összekössük, vagy lilában. Az nekem nem baj. És ezt így betolod a sarokba. És de a élőben? Nem, az is ilyen műfenyő. Műfenyő. Betolod a sarokba, és akkor így az egyik kis sarokban van egy negyed fenyőfád. Ez vicces, ugyanúgy földíszíted. Figyelj, én ezeket én megért. Praktikussági okokból tök jó. Kis lakás, kis fenyő. Nem kell nagyfa. Na, rá is kerestem a színes fákra, azt mondja, hogy na. Műfenyők, színes fenyők. Színes műfenyőink nagyon kedveltek a dekoratőrök körében, egy fekete vagy fehér műfenyő is feldíszítve izgalmasan tud mutatni egy modern környezetben. Van belőle viola színű, van belőle úgynevezett rainbow white, az nem tudom, hogy mitől, mert hogy oké, okay. Tehát hogy most hogyan ide a szivárvány, ez csak egy fehér fa, illetve van tényleg Wonder Black. Wonder Black? Igen. És az mit tud? Fehér, tök fekete, fekete műfenyő, pántos ágkonstrukció, bármit is jelentsen ez, tartozék talpal. Na, szóval van belőle, azt mondja, hogy lila, fehér és fekete is. Fehér fenyő, az olyan, mintha havas lenne, nem? Az szép. Mondjuk ez nem hülyeség, tényleg. És a lila? Az meg valamilyen természetkatasztrófa. Igen, közvetlenül. Mondjuk egy vulkán kitörés. Drágább, mint a sima zöld? Hát, figyelj, a Rainbow White az 22.400 forinttól. Aha. Egy Rainbow White. Persze, szinte ingyen van a 180 centitől. A 120 centitől, ami már némiképp kitakarnánk, az 4500 forinttól van. De az mondjuk nem olyan. Az nem vészes. Az nem olyan húzós. Hát vegyen, aki akar. A dekoratőrök, ugye. Ja, ez egy betegnek kell lenni, lila fád legyen, nem? Vagy fekete fád. Még ha gyászolsz, akkor egy fekete fa, az lehet, hogy jó, nem? Ja, vagy fekete dísz, zöld fád. Igen. Na mindegy, mi újság egyébként? Kérlek szépen, fül felszúráson vagyunk túl. Jaj, kinek? Nekem, szerinted kinek? Fölszúrták a füledet? Nekem? Mert mindig szívogatod az orrogat. Miért szívták, vagy miért fújták? Hát de ezt kérdezem, hogy kinek? Hát a gyereknek, hát kinek? Hát de hogy melyiknek, basszus, hát ne idegesíts már, hülye vagy. Nem, Ferinek mindig ilyen nagy húsos lepcsánk a fülei voltak. Igen, hát azt gondoltam, hogy nem neked, de hát gondoltam előre gördítem a beszélgetést. Nagyon jó. Magadra hagyhatlak, csak az nem lesz jó. Az biztos. Hát a Jánossal megbeszéljük, ő is érzi. Igen. Hogy gondolkoztunk, hogy mi legyen, illetve gondolkozni nem volt időnk, mert a doktornő mondta, hogy akkor szúrunk, hogy van a biztos, hogy kellett szúrni? Kellett. Képzeld el.
Hát most már egy hete meleg akármi, de gyógyszer, de antibiotikum? Azt még nem. Nem nyomtunk. És előbb szúrták, mint hogy... De mi középfőgyulladása volt? Hát olyan, de olyan, hogy ilyet még nem láttam. És előbb szúrták, mint hogy antibiotikumot adjanak? Igen. Oh. Igen. Az a baj, hogyha egyszer szúrják, olyan, mint az arcüreg. Az akkor... utána, fú, az nem... Az... Nem volt mit tenni. Én, mert próbáltuk meggyőzni a doktornőt, hogy ne szúrjunk. Ó, Feri, az nagyon nem jó. Hát most mit csináljak vele? De sima középfülgyulladás? Tehát gennyes volt a füle. De hát arra kap egy antibiotikumot. Szerinted? Nem? Ezen már túl voltunk. Én már, hogy nem szedtünk most a jelen pillanatban, de a múltkorinál már igen. És akkor most azt mondták, hogy már nem lehet vacakolni. Jaj! Igen, tehát csak a kérdés, hogy mennyire nyomta a dobhártyáját a cucc, tehát hogy mi volt mögötte. Igen, volt már kifakadás, képzeld el. Ki kirepett a dobhártyát, és kijött? Ott volt mások. Egy másik oldal. Ha mindegy, de nem, is volt ilyen. Nem a tragikus részéről, tehát így reggel 6-kor nem akartam gennyekről és egyéb ilyenekről beszélni, hogy az 5 éves gyerek mire képes az orvosnál, ugye hát nyilván fogni kellett, meg nyilván le kellett nyugtatni. Elrúgt az állkapcsán. Azt is többek között, miután már 3-a fogták el, vagy fogták le, a következő duma hagyta el az 5 éves hölgy száját. Ti itt gonoszak vagytok, én nem akarok itt tartózkodni többé. Nem akarok itt tartózkodni többé, hagyjátok, te vastakarú eltöröd a nyakam. Ilyenek voltak az orvosnál. És nem is fájdalomcsillapítják, vagy altatják, vagy bódítják? De ilyenkor van egy kis lidokain és az semmi egyébként. Tudod, hogy micsoda megkönnyebbülés a gyereknek? Tehát az a része már, amikor megvan, az egy gyors mozdulat, a szúrás, utána már megy ki az anyag, onnantól kezdve ő jól érzi magát, mert kis fülécskéje szegénynek megkönnyebbül jön ki a cucc, és akkor vége a sztorinak. Na mindegy, de nem is erről akartam beszélni, hanem ilyen gyerek száj, meg gyerek dumák rovatot lehet csinálni lassan belőlünk, vagy hát gondolom, hogy mindenkiből. Hát de látszik a jó nevelés. Büszke voltam, miközben fogtátok le a gyereket, gondolom, azért büszke volt. Az én lányom. Hallják, azt mondta, hogy tartózkod. Gyerek fejjel mondjuk az orrfülgégészennél nincs félelmetesebb, ugye, amikor lehajtja azt a kis tükröt, amivel ugye világít, ott állnak ki a pohárból a mindenféle ilyen szúró, feszítő, ilyen nem tudom milyen, ez ugye az orrodat is szétfeszíti, a füledbe belenéz ilyen világítóval, a torkodat lenyomja egy lapáttal, tehát szerintem láttam, a legfélelmetesebb az orrfülgégész. Őt láttam a History Channel-en, ő Dr. Mengele. Igen. Hát amikor igazad van, a tükröt lehajtja mellé, akkor ott kész egy gyereknek. És volt egyszer egy olyan orvosnő, aki így fogadta a gyereket. El tudod képzelni, egy ekkora fémszem nézel, ahogy belépsz a jézébe, rendelőre egy szemű fémszem. És ugye van az orrcsipesz, ami ketté feszíti az orrodat, azzal néz bele. Tehát azért az nagyon... Hogy nincsen az egyetlen bizalomgerjesztő műszer sem. Nincs. Tehát, hogy így bemegy, és akkor hiába vannak, mit tudom én, ilyen kedves kis helyes képek, rajzfilmfigurák, meg hősök a falon, meg hiába kap a gyerek, majd be van neki villant, vagy majd utána kapsz egy kis cukrot, meg nézd, választhatsz a kis figurák közül, mert például nagyon sok olyan gyerekorvosnál jártunk már, meg mondjuk gyerekfogásznál, akik így próbáltak egy kicsit lazítani a traumát. De hát egy orrfül gégészeten semmi sem segít. És van ráadásul olyan orvos is, aki egyébként mindent megtesz azért, hogy még véletlenül se érezze jó magát a gyerek. Tudod, ilyennel is találkoztunk. Aki, de nem csak, hogy a ízétől fogsz megijedni a szerkezetektől. Mert a feketére voltak festve a falak. Nem, hanem bunkó. Tehát most akkor így viszonylag egyszerűen neki fáj, hogy gyerekeket kell gyógyítania. Igen, úgy elmondanám egyébként, hogy el kell menni magánpraxisba, ott lehet érte sok pénzt kérni, és akkor ott már egy kicsit kötelező mosolyogni, hogy nem muszáj fel. Van ez az orvos típus, akinek terhére van a gyógyítás. Igen, aki bánt, hogy ő doktor lett, csak akkor miért üvölt ez a gyerek, hallgattassa már. Hát, biztos az éves. Tetszik tudni, biztos fáj neki lehet. Igen. Hát oda nem is nagyon kell visszamenni, nem? Hát nem. Tehát ha ilyen dokival találkozol, azért a sokat számít. Tehát, hogy van annyi jó orrfülgégész, hogy hol csinálták neki? Kettes számú gyermeklinika. Kettes számú? Szemülveis Egyetem. Fú, azt is nem érignem. Egyetemi tananyag lesz a gyerek. Fura, mert már így szúrni csak a végén szoktak. Hát ez már így nagyon vége volt, nem a hosszas a kór is, de nem gondolnám, hogy így reggel. Nem, a Beri is füles, tehát végigmentünk mindenen. Ja. Tehát, hogy neki is a füle, az orra, tehát homloküreg, arcüreg, fül, tehát, hogy minden. Mindenen túl van. Mi ezt szerencsére megúsztuk, illetve én is megúsztam annak idején, de engem egész gyerekkoromban ezer riogattak az. Ezével a fül felszúrással. Nekem szúrtak fület már, hogy nekem fizikailag nekem, nem úgy, hogy nekünk, hanem nekem arcüreget, én mindenen túl vagyok. Az arcüreg durvább, mint a fül. Az sokkal az. Úristen. Benyomnak egy csövet, egy ilyen tűt, abban benyomnak egy ilyen
szívót, és elkezdik kiszívni. És bent van ez a cucc az orrodban. Jézusom. És szívják ki. Tehát az, attól megőrülsz. Az nagyon neked kemény. És recseg az orrod. Tehát hallod, hogy nyomják fölfel ezt a tűszerű valamit. Tehát az, az nem vicces. A fül az csak tényleg egy pillanat. Adjad Ákos, majd el. És leszíjaznak a székbe. Tehát gyerekként ülsz, ide lerakod a kezed, és lekötözik a két kezedet. És 5 évesen kötő, emlékszem konkrétan. És utána megy föl ez a hosszú tű. Lidokainál följön, és fölszúrják. Az valami brutál. Csinálják még? Aha. Ez még van? Van. Ez valami nagyon barbár megoldás. De ennél nem hiszem, hogy már nincs jobb, vagy valahogy nem lehetne homeopátiával, vagy bármivel meggyógyítani, mert ez ilyen nagyon dú. Nagyon barbárszerű. A fűszúrás is, de az arcüregre arra azt mondják, hogy na, az a csúcsok csúcsa. Tehát, hogy azért még csak így véletlenül se jut eszedbe, hogy de jó volt. Az nem. Egyszer régen. Benit ilyenek kéne vinni, inkább beülnék helyettek. Olyan. Tényleg, tehát az, igen, az amire nem akarod elvinni, tessék? Csak neki nem lesz jobb. Csak neki nem lesz jobb. Na mindegy. Hú, már jönnek rögtön, jönnek már a horror sztorik. Ja, van, hát ez minden szülő jaj, csinálja a gyerekkel, igen. Hogy állunk játékkal? Hát, egy nullra vezetnek a hallgatók. Mi történt, nem emlékszem. Hát, tudod, beszaladt a pacid. Jaj, megzavartuk. Igen. Beügetett Ráró, és akkor ugye a hallgatóra való tekintettel, mert ugye kicsit voltunk, megzavartam. Megadtuk. Igen. Jó, akkor revansot akarunk venni, jó? Valaki, aki szeretne játszani, játszon velünk, jelentkezzen nyugodtan. SMS számunkat mindenki tudja, 7:30 van pont. De azért szaladj ki, nézd meg a kötőféket. Jó. Beszaladjon a stúdióba. Nem, ha nem velem játszik, megzavarom megint. 7:30 van pontosan, jönnek a hírek, aztán itt vagyunk is. Ez itt a Morning Show. 10 perc van pontosan, 7 óra, hello mindenkinek, jó reggelt kívánunk. Egy ACDC az összes ACDC, nem? Na, egy üzembiztos. Gyerekek, ez nyilván. De tényleg. Adjám. De, hát mi ugyanaz, nem? Jó, öreg, 2-4, ezt kettő, így hívják az ötöd, énekez, egyet hallottál, az összeset hallottam, komolyan mondom. Abból a 15-16 albumból még lehetne azért szemezgetni, de... Lehelpiac előtt van egy karambolváci út, keresztben van a törött autó a 3 sávon. Kaptuk ezt SMS-be, köszönjük szépen. És viszonylag kevés a közlekedés, úgyhogy nem is nagyon tudok még semmit olvasni, mert nincs nagyon. Úgyhogy, ha valaki lát, hall, tapasztal valamit, akkor írjon nekünk nyugodtan, jó? Mi pedig megnézzük, hogy ki a mai játékosunk. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, egy hallgató és egyetlen szabály. A Morning Show arénájában Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc és Vadon János várják az új kihívókat. A csatát 4 tiltott szó dönti el. Fekete, fehér, igen, nem. Készen állsz rá? Jól gondolt meg a válasz. Halló, jó reggelt! Napocskát, sziasztok! Mi csodát? Napocskát. Mert olyan borús az idő, és akkor legyen egy kis napocska is benne. Azt a mindenség. És ha nagyon meleg van, akkor úgy mondod, hogy felhőcskét? Nyáron. Nem, csak akkor, hogyha felhős az ég, de... Ez az én ilyen egyedi beköszönésem, úgyhogy minden évszakra van. Na ezt kérdezem, hogy 40 fok van, képzeljük el, 40 fok, ragyogó napsütés. Árnyékocskát. Szelecskét? Árnyékocskát. Árnyékocskát kívánok mindenkinek, igen. Hello, majd beiktatom ezt is. Igen, mivel foglalkozol, Niki? Call centerben dolgozom egy televíziós cégnél, ilyen televíziós, vagy heten telefonos hiba bejelentés. Áron betűs? Nem. Call center? Tegnap volt call centeresünk, vagy tegnap? Vagy pénteken valaki volt call centeres volt? Volt, voltak ez elmúltban egy. Honnan hívsz minket, Niki? Budapestről. Már munkában, vagy még otthon? Nem, még itthon. 2-től dolgozom majd csak. Uh-huh. Na jó van. Oké, Niki, kivel szeretnél játszani? Veled. Nem én játszottam tegnap? Ja nem, tegnap nem én játszottam. Én zavartalak meg téged, igen. Jani volt tegnap. Jó játékos vagy, Niki? Hát kicsinek sokat játszottunk ilyet, remélem, hogy most jól fogok szerepelni. Uh-huh. Az biztos, hogy nem lehet kihozni. Szurkolnak értem, hogy. A melója miatt. Ki szurkol, érted? Otthon a rádió előtt, vagy hát, mert ugye én nem otthon lakom, az édesanyám. Uh-huh. De itt mellettem, itt meg az őregényem, meg a szörös 4 lábú gyerekünk. Ja, már leadtad a drótot, hogy játszol, és akkor aki tudja, hallgatja a rádiót. Uh-huh. Igen, igen. Aha. És hívtad anyukádat, hogy napocskát, mama, mindjárt játszom. Hát valami olyasmi, igen. Nagyon rendes tőled. Napocskát, mama. Napocskát, mama, mindjárt adásban vagyok, igen. És ott van mellette
szőrös két lábú is, meg a szőrös négy lábú is most ott van melletted? Igen. Vakkancs egyet, és most a kutya. Mármint négy láb. Mondom, horkolás, mert még alszik. Milyen kutya? Francia buldog. Ó, francia buldog. Oké, Niki, Jani. 3, 2, 1, fire. Na, figyelek. Figyelek. Szeretnél kérdezni? Hát kérdezzél te nyugodtan. Kérdezek. A múltkor a Wunderschönben mondtad, hogy neked is volt francia buldogod. Ez így van. Ezt mondtam. Fiú volt, kisfiú volt. Ja, kisfiú volt. Emlékszem. Kisfiú volt. Kisfiú volt. Szereted te is a buldogokat? Szeretem, kedvelem az angolt is, franciát is. Szeretem neked őket. Francia volt, ugye? Francia volt, igen. Gyönyörű játék. Jézus. Gyönyörű. Jézus. Atya is, de micsoda, micsoda mély repülésben vagyunk. Úristen. Ezt annyira nem akartam. Szép volt, Niki. Ne, jó volt, hát ez... Nem, még nem ébredtem föl ez a játékhoz, azt hiszem. Ügyes voltál. Mire harmadszorra betoltad szinte ugyanazt a kérdést, be is jött. Igen. Addig-addig erőltetted, még át nem ment a francia buldog. Jó, hát ez így viszont már nagy baj van, gyerekek, mert így már viszont 2-0. Hát ez 2-2 oda. Oda az arcoskodásunk, amit a múlt héten elkövettünk. Nem baj, elmondhatjuk, hogy kétszer csajporoltál titeket, úgyhogy tegnap is, meg ma is. Tegnap is lány játszott? Olyan rövid. Ja nem, ja, de igen, ja, de várjál, de tegnap vesztettünk. Nem, tegnap Gábor nem, volt. Tegnap nyertetek, és igen, egy fiú volt. Igen, én is úgy emlékszem, hogy tegnap egy Gábor nevű hallgatónk volt. Félig hallgattam, csak reggel őszintén megmondom. Na mindegy. Jó van, oké, Niki, küldjük az Andy csomagot, ügyes vagy, vagy én. Köszönöm. Én már nem tudom, mit mondjak. Ciao. Napocskát. Sziasztok. Napocskát. Ez baj, ezzel a napocskával oda vágott, és olyat bezsibbattam, hogy ebből nem tudtam kijönni. Tehát egy olyan szakadékba küldött mindhármunkat ezzel a napocskával, hogy kész. Tehát ezt nem tudtam kimászni a szakadékból, ne haragudjatok. Én még mindig ott vagyok. Nem baj, majd holnap, Feri. Jó. Igen. És akkor háromszor egymás után... Hát ha valaki is holnap is lesz, ugye egy napocskát, akkor... Nyerni kell. Hát most már hozni kell. Nulla. Most már hozni kell, különben elvérzünk. Csak akkor viszont fölöslegesen arcoskodtunk. Na mindegy. Jól van. 4 perc, pontosan 7 óra jönnek a hírek újra. Ákossal, aztán itt vagyunk is. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, 7 óra múlt, pontosan 10 perccel. Hello Jani, hello Feri, hello drága Morning Show hallgatók, itt vagyunk. És hát egy elszenvedett vereség után próbálunk talpra állni. Napocskás reggellel lebénítottak, zsibbasztottak, levertek minket egy szobrugással, a napocskás beköszönéssel is kész, nem is találtunk magunkra. Én legalábbis biztos nem. Viszont írják nagyon sokan, hogy hallgassuk vissza, mert a hallgató kimondta a nemet, de ez nem történt meg. Meghallgattuk. Azt mondta, hogy én erre emlékszem. Nem azt mondta, hogy erre nem emlékszem, vagy én nem emlékszem, hanem én erre emlékszem. Úgyhogy szívesen vennénk el Nikitől az ajándékcsomagot, semmi nem okozna most jelen pillanatban nagyobb örömet, mint hogy azt tudjuk mondani, hogy kimondta, és ezáltal egy-egy, de nem tudjuk megtenni, nem is akarjuk, mert jogtalanul viszont nem veszünk vissza senkitől ajándékcsomagot, Anna visszahallgatta, nem mondta ki a játékos. Köszönjük jó indulatú hallgatóinak és kevésbé jó indulatú hallgatóinak, akik ugye nem hallották teljesen, de azért megírták, és ezt be is vallották SMS-be, hogy talán nem hallottam jól, de azért szóló kimondta. Meghallgattuk, nem mondta ki. Köszönjük szépen, hogy ti legalább nekünk szurkoltok. Igen. Én azt gondolom, hogy nem is biztos, hogy nekünk valaki ellen, akinél az ajándékcsomag landol. Ha nálunk landult volna, már mi rohadnánk meg, hidd el. Tehát, hogy legalábbis sokan ezt kívánnak. Na, viszont küldtek a hallgatók sok közlekedés jött, úgyhogy szemezgetnék ebből, ha nem bányátok. Jó, hallgatjuk szeretettel. Jó, jó van. Az M3-ason Főzesabonynál van egy trafipax, ez Csaba küldte nekünk. M35-ös Pest felé 19-es kilométernél van szintén egy trafipax, ott is mindenki menjen lassan. A Hegyeshalmi átkelő előtt pedig kamion az árokban, Kanegér küldte nekünk, ja, és Bájgli. Még ezt írja, igen. Aztán valaki csak ennyit ír, Balázsa, tudsz küldekem belépőt az X-Faktor fináléjára az andrea.gmail.com-ra. Nagyon jó. Na jó. Szerintem az a négyet. Most. De elsősoros. Csak 10-kor tudom, nem baj? De elsősoros. Négyet. Jó legyen, hát. Spúr. De se egy köszi, se egy hello, se egy léci, semmi. Tehát óriási. 13. kerület Váci úton a Lehel térnél baleset az Árpád hídi oldalon, egy sáv járható csak, úgyhogy ott is mindenki menjen egy kicsit lassabban. Reklám híradó 20 perc, megszólalás 10 perc, miért?
Egyébként nem, kb. 20-25 percet szólalunk meg, ilyen óra 10-kor kezdjük, és 35-kor hagyjuk abba. Sok a reklám, hát az jó, megy a rádió, szeretitek, hallgatjátok, mi is ebből élünk, úgyhogy ez a valamit valamiért alapon szoktuk mondani. És régen volt egy pályázat, amivel bele kellett írni a híreket, hát az meg úgy marad. Néhányan kívánják a híreket, nem tudjuk kivenni. Majd szólunk a szélznek, hogy ne értékesítsenek annyi reklámidőt. Igen. Pozitív közlekedési hír, a szlovén-magyar határátkelő kétvölgynél jól járható Szlovénia felé YouTube fan küldte nekünk, köszönjük szépen. Ekkora igen bemondani, Balázs, ez nem te vagy. Üdv, Lagykó. Valóban nem, nem. De én férfiasan bevallom, mondom. Nem, mondjuk a napocska után nincs ember, aki felállt volna. Én egy felnőtt nő szájából lesz, hogy napocskás reggel, ezt nem tudom hova tenni. Na, viszont van egy fotópályázatunk, amit nem kell annyira komolyan venni, mint néhányan teszik azt. Semmiféle ünnepi hangulati brontási elem nincs benne. A fotópályázat arról szól, hogy hisztiző gyerekeket, felnőtteket kell valakinek lefotózni. Ez lehet egy önarckép is, amikor az ember tombol, mert nem tudott megvenni valamit magának a boltban, de az is lehet egyfajta fotópályázati belépő, ha az ember a gyerekét fotózza le, és elküldi nekünk a morningshow.hu-ra, ott van egy fotózés nyerj, hol lehet fotókat feltölteni. Ugye miről szól a fotópályázat? Akinek van gyereke, az tudja, hogy milyen, amikor a gyerek hisztizik. Ugye? Ez egy teljesen természetes dolog. Persze kellemetlen abban a pillanatban, amikor történik, de egyébként az élet velejárója. Az élet velejárója, így van. Most viszont ez a sírás, ez a hiszti, ez valakinek 50 ezer forintot jelenthet, mert hogy a fotópályázatra be lehet nevezni a legviccesebb, legaranyosabb, legdurvább, leglilulófejűbb gyerekkel vagy felnőttel, és nem csak gyerekek írhatnak egyébként, tehát ha valaki a párját vagy önmagát le tudja fotózni, miközben nagyon bőg, vagy jól tudja ezt csinálni, mintha nagyon sírna, akkor erre felnőttek is benevezhetnek ugyanúgy egyébként. Így van, és 50 rugó készpénz plusz egy ajándékcsomag. A nyeremény az első helyezetnek. A második helyzetnek egy durva ajándékcsomag, a harmadik helyzetnek egy kevésbé durva, de még az is nagyon durva ajándékcsomag. És érdemes, ha valaki esetleg nem nevez, akkor felmenni, megnézni a képeket, hát szenzációsak. Rengeteg pályamunka van már, közel 6 oldalon keresztül. Van új kedvenc? Csak kedvenc van szinte. Tehát a Mamit akarom 18 lájkkal az első oldalon, nagyon-nagyon cuki, nincs megnevezve, hogy ki ő egyébként. És van egy, hogy ez cumi, hol a cumim? 24 lájkval hasít. Red Hosentroger van a kis nadrágján. Nagyon-nagyon cuki gyerekek vannak. Hihetetlen édesek. Van egy Így sír Zsófi 9 lájkkal, döbbenetesen hisztizik. Szerintem fürdés közben valami történt. És van egy, nem megmondtam, hogy Mikulás van, nem húsvét. Kapott egy nyulat, 70 lájkval vezet egyébként. Vagy hát elől van. Nagyon-nagyon cuki gyerekek vannak. Ja, és ott van egy 22-es like számmal ellátott sátánka első oldalon. Nézitek? Nem nézitek? Aha, nézem folyamatosan, az első már túl alattam most. A sátánka az első oldal legalján ott van. Egy piros szarvra van rajta. Nagyon-nagyon cuki. Van hajvágás közben üvöltés, úgyhogy felnőtt képeket még nem nagyon látok. Ha valaki szeretne felnőtt képet föltölteni, akkor azt is meg lehet csinálni. Jó? Hogy felnőtt képet tesztek föl. Felnőttek is hisztiznek? Hát, lehet, igen, nem? Csak karácsony után lesz. Mert ugye a kedvesedet lefényképezed, hogy nem ezt a táskát akartál. Igen. Nem. Van a YouTube-nak új száma? Most már nem egy ember kéri ezt rajtunk számon. Figyelj, beütjük. Van nekik, vagy legalábbis, hát nem tudom, hogy YouTube-e, de vagy hogy Bono énekel benne, az biztos. Uh-huh. Hát, tűnik. Miért a zenekart váltott? Nem, de lehet, hogy szó projekt, vagy való vendégeskedik. Ja, az is igaz. Nem, Dalcibet, nem, csak most már többen írek, hogy hallgassuk meg a YouTube számát, mert hogy mennyire jó. Hm. Na, kíváncsi vagyok, mit mondtok, mert most a napokban több ilyen eset is történt, ugye egy pár héttel ezelőtt egy durvább, de most is ugye múlt pénteken a szegedi kettes villamos esetét szerintem mindenki hallotta, hogy mi történt a kettes villamoson. Ugye ez a villamos be volt kamerázva. Ez tök modern már. Uh-huh. Egyébként, hogy bekamerázzák ezeket a villamosokat. Nem, mintha egyébként ezen a fiúnál segített volna. És ugye ott volt egy szegedi fiú, egy 28 éves férfi, akit a szegedi kettes villamoson este 8 óra körül bántalmaztak többen. Ugye? Nem. Egy ember volt. Már ketten voltak, de egy ember volt az, aki bántalmazta. Úgy, igen. Tehát ketten voltak, de egy valaki bántotta. És ugye a hírek szerint, meg a szemtanúk szerint néhányan bekiabáltak egy tömött villamoson, de nem történt nagyon semmi. Tehát senki nem ment oda,
senki nem szólt a másiknak, hogy gyere oda velem, és próbáljunk meg ketten segíteni, hanem kis túlzással tulajdonképpen a kocsi végignézte, ahogy ezt a 28 éves fiút bántják, megverik, majd ott hagyják, és egyetlen egy hölgy volt talán, aki utána zsebkendőt adott neki. Igen, az is utána történt. Az is utána történt, így van. Az alapszit ugye az volt, hogy a későbbi verekedő rágyújtott a villamoson, és a későbbi sértett oda ment hozzá, és azt mondta neki, hogy ugyan nyomja már el, mert hogy a villamoson nem lehet cigarettázni. Erre az arcába fújta a füstöt, erre ugye a 28 éves férfi kivette a szájából a cigit, és elnyomta. Na, és akkor kezdett el a dulakodás. Az egyoldalú dulakodás. Na de hogy van ez, hogy ezt egy villamos végignézi? Senki nem szól, vagy senki nem avatkozik. Bekiabálni, állítólag bekiabáltak. Tehát volt, hogy ne csináld, meg ne bánsd, meg ne verekedjetek, ezt a bekiabálást gondolom így kell elképzelni. Na most ugye azóta már a verekedő férfi, jól tudom, feladta magát, ugye? Uh-huh, tehát, hogy tegnap feladta magát. Meg egyébként a bekamerázás, hogy visszatérő az előbbi gondolatodra, erre jó, arra sajnos nem tényleg, hogy megakadályozza az esetet, de később, hogy előkerítsék az illetőt, a tettest, arra viszont igen, tehát szinte biztos, hogy előbb-utóbb amúgy is elkapták volna. Igen. És az a nő, aki segített, mint olvasom, az egy körülbelül 48-50 kilós nő volt, aki körülbelül 150 utas közül egyedül mert beavatkozni a kettes villamoson kitört szerekedésben. Tehát egy nő ment oda. Ugye először a hírek azt írták, hogy senki nem segít, aha, aztán ugye arról szólt a hírek, hogy egyetlen egy nő oda ment, amikor ez a fiatal ember már egyébként a földön feküdt. És a nő elmondta, hogy a monitort nézte, mint a keresett rajta valamit, hogy a megállókat, vagy nem tudom, amikor puffanást hallott hátulról, és látta, hogy az egyik fiú már nyilván a sértett, ugye a padlón fekszik, egy másik fiú pedig agyba főbe veri. És azt mondta a szemtanú, vagy hát ez a hölgy, hogy ő nem is gondolkozott, hanem oda ment a két férfi közé, és egész egyszerűen beállt a két fiú közé, hogy azt, aki a földön fekszik, azt ne bántsák többet. Egy nő, értitek? Miközben egyébként 150 utaztak a villamoson. És visszarontott, még a nővel is elkezdett ez a srác verekedni, ugye kicsit úgy megpróbált őt is bántalmazni, de végül nem sikerült, és megakadályozta azt, hogy a földön fekvő fiú tovább bántsák. Meg a verekedőnek próbált először észérvekkel hatni rá, de az se segített. Meg a verekedőnek volt, hogy jött egy haverja, és akinek volt annyi esze, hogy elrángasson a másik bekattant csávot, az ő haverját. Tehát, hogy 50, mert ha egyedül ül még valaki a villamoson, akkor picit megértem, hogy egyedül nem kezdesz el ugrálni, ugye? Tehát két ember verekszik egy villamoson, ott van egy, mondjuk egy 50-60 kilós nő, vagy egy férfi, és nem megy bele a dologba. Tehát azt megértem, de hogy 50 ember közül nem volt négy, aki azt mondja, fogjuk már le, azt mondjuk én még ütném egy kicsit, de most mindegy. Hogy ilyen soglót disznót győz alapot. Jó, azért érdekes erről beszélni szerintem, mert sokan ilyenkor nagyon álszentek. Tehát, hogy nem vagyok benne biztos, hogy egyértelmű az, hogy ilyenkor beszélni róla mindig könnyű. Hát én oda mentem volna biztos. De nézzük meg egy kicsit részletesen. Mondjuk azt például, hogy miért nem húzott valaki vészféket, azt nem értem. Aha. Tehát ha nem is akarsz beleszólni abba, de a földön fekszik és rugdalják valakinek az arcát, hát akkor miért nem húzott meg a vészféket? Hát. Ha valaki bajban van a villamoson, hát ha ott vagy és nem mersz beleszólni, ahhoz van jogod, hogyha valakinek a testi épségbe veszélybe kerül, akkor te húzzál egy vészféket. Ha az utas rosszul van, vészféket húzhatsz. Ha vernek valakit, meghúzhatod a vészféket. Miért nem húzott valaki vészféket? Szerintem az veszélyes lett volna. De miért? Azért, mert a hirtelen fékezéstől egy csomóan elveszítik az egyensúlyukat, stb. Hát jó, de baj, de van olyan eset, amikor erre nem tudsz gondolni. Nem tudom, milyen típusú ez a villamos. Vannak olyan villamosok, amik vannak olyan szerkezetek, egy kis mikrofonok, amit megnyomsz, beszólsz a vezetőnek, a vezető megáll. Értitek? Én tehát, biztos, hogy húztam volna egy vészféket. Az a baj, hogy nem tudom. Tehát a vészfék arra van, tehát hogy nyilván sokan meg elesnek akkor, de ha olyan helyzet van, akkor meg kell húzni a vészféket. Tehát azért azt nem véletlen találták ki, hogy legyen rajta a vészfék. Inkább egy ütközésnek az elkerülése, vagy stb. Milyen ütközés? Adott esetben hát mondjuk egy autóval ütközés. Te hogy látod a villamoson, hogy eléthajt egy autó? Hogy eléthajt egy autó, hát az nem azért van a vészfék. Szerintem a vészfék nem arra van, hogy te mondjuk, hogyha valamiféle ilyen inzultus, vagy verekedés van a villamoson, akkor te hirtelen megrántod. De mire van a vészfék? Én nem vagyok nagy BKV-zó, segítsetek. Mire van a vészfék? Nekem ez egy olyan eset, amikor én meghúzom a vészféket. Tehát mire van? Akkor lendüljünk a vészféken, majd akkor ezt kiderítjük, de mi történt volna akkor, hogyha te meghúzod a vészféket? Hát nyilván megáll, nyilván aki veri,
aki veri a srácot, az tudja, hogy a villamost hirtelen megállították, tehát többeknek föltűnt. Tehát az az érzete lehet, hogy itt már valaki észrevette, hogy ő egy földön fekvő embert rugdal. Hátra jön a sofőr, az emberek megkérdezik, hogy miért álltunk meg, tehát elkezdenek arra fókuszálni. Ha közömbösen ülsz, akkor nem történik semmi, joggal verheted a másikat, mert látod, hogy senki nem szól közbe. Hát hogy hát megállítod a villamost, hátra jön a sofőr, utasok megkérdezik, hogy mi van, hát onnantól kezdve elindul egy cselekmény sorozat. Hirtelen a pálya közepén megáll egy villamos. Hát számomra a vészfék ezért van. Aha, egyébként teljesen igaz. Persze. A kamerák képét látja-e a villamos vezető? Vajon nem mi? Aha. Mert akkor az is nagy kérdés, hogy ő vajon miért nem kezdett el valamit? Tehát miért nem állította meg a kocsit, ment hátra? Jó, azt nem tudom, hogy a villamos vezető mit lát. De nem is akarom az ő nyakába van. Igen, nélsem, kérdés, hogy látja-e. Nem tudom. Tudom, hogy nem azért kérdezted. Na de nézzük meg őszintén, most tök őszintén kérdezem, hogy egyébként az ember ilyenkor oda megy? Vagy csak azt mondja, hogy oda megy? Érted? Aha. Tehát, hogy ugye ilyenkor mindenki azt, hogy miért nem mentél oda? És így nagy darab, 120 kilós, ilyen igazi nagy, tetovált vadember ver mondjuk egy 60 kilós palit. Oda mész? Mit mondasz a gyerekednek, hogyha ilyet látsz, menjen oda? Mondjuk felnőtt gyereked van, vagy 20 éves. Vagy azt mondod a gyerekednek, hogy maradj ki belőle? Nagyon sok kérdés van. Ugye néhány héttel ezelőtt volt az az ember, aki kiesett a szállodából, még csak azért sem mentek oda, hogy letakarják. Fotozták. Döbbenet. Hát ami egy ember ment oda, volt az volt, hogy ez egy születésnapi parti volt, és ott voltak ismerősök, barátok bent. Igen. Mi történik a villamoson? Tényleg oda mennétek? Beleszólnál? Szituáció függő. Mikor igen, mikor nem? Hát ugye, amit te festettél a képet, hogy egy kigyúrt 50-es karú csávóval szembe, mondjuk egyedül, ha valaki kisebb darab oda megy, nagy a baj. De nekem megint az a bajom, hogy 50-en ültek a villamoson, nem fogsz meg még 5 embert, hogy bajtások, menjünk már oda, hát 5-en megbírjuk fogni. Nem tudom, én nem voltam ilyen helyzetben, jó a kérdés, igen. Hogy valószínű keresel még két palit, és azt mondod, hogy menjünk oda? Én szerencsés alkat vagyok ebből a szempontból, nekem volt egy ilyen esetem közel 20 évvel ezelőtt. És pont Szegeden, egyébként vicces, én éltem Szegeden, mert ez is szegedi ez a sztori, és volt egy, de hát én vagyok 115 kiló és 2 méter, azért ha én odállok valaki elé, mondjuk egy nem egy 50-es karú nagy darab elé, de például ott az a két verekedő ember, két nálad talán egy picit nagyobb volt itt centiben. Én odálltam kettőjük köz, és elkezdtem velük üvölteni, illetve az egyikkel, aki verte a másikat. De ha én megyek oda, érted, az egy picit, és akkor mondhatom a Janit, aki izmosabb egyébként nálam, de ha ő megy oda 60 kiló vagyok, igen. Tehát ha ő megy oda az ő centijével, akkor neki ne kiesnek, pedig ő egyébként lehet, hogy erősebb, mint én. Csak az én nagy tömegem odáll, és én elkezdek üvölteni, akkor megáll. De ha egy ilyen hapsi se volt a villamoson, akkor mi van? Te mennél például? Nem tudom. Én egyszerűen nem tudom. Tehát, hogy én voltam már diszkóverekedésben a barátaimmal, vertek is, meg mi is verekedtünk, más. Amikor 4-5 barátod ott van, és valakit vernek, akkor mész. Nekem voltak zűrös ügyeim, meg benne voltunk egy-két utcai verekedésben is. Régebben. De amikor egyedül vagy, és ott valakit vernek, nem, ezért kérdezem, mert nem tudom, hogy mit mérlegelsz ilyenkor. Elborul az agyad, és nem mérlegelsz semmit, és az oda mész. Bátorság azt mondja, hogy persze mennék. Ugye? Azért nézzük meg a másik oldalt, hogyha valójában ilyen szituációban vagy, és hogy ketten vernek egyet, vagy egy valaki már a földön fekszik, és egy nagy darab veri, tényleg oda mész. Nem tudom, csak érdekes ez a fajta közöny, vagy ez a fajta megdöbbentő ilyen elidegenülés, hogy 50 ember ül a villamoson, és egy rohadt nyomorúságos vészféket nem tudnak meghúzni, mert nincs annyi eszük, hogy ott van, meghúzza, lehúzza, legalább állítsa meg a villamost, érted? Mert éppen valaki a földön fekszik, és készülnek agyonverni, és rugdossák a fejét. És ül az 50 bamba, és nézi. Nem tudom, hogy mit csinálnék, tényleg nem tudom, nem mondanám, hogy oda mennék. Azt sem tudom, mit mondanék a gyerekemnek. Ha mondjuk a Benni 18 éves, 20 éves lenne, és azt mondaná, hogy apa, mit csinálják ebben a helyzetben? Jó, sportos, kigyúrt, fiatal srác lenne. Azt mondanám, hogy menj oda? Feltételezve az, hogy lehet, hogy előkerül egy kés, és egy gyerekemet szúrják hátba? Hát igen. Vagy azt mondanám, Benni, hogy menjetek oda többen, hívjál segítséget? Vagy mindig védd meg a gyengébet? Ezek nagyon-nagyon nehéz kérdések szerintem. Viszont ezeket a dolgokat nagyon nehéz ugye felmérni, ilyen pillanat alatt történik minden. Azt, hogy mostanában az illetőnél lehet-e kés, vagy lehet-e olyan eszköz, amivel mondjuk életveszélyes sérülést okozhat-e annak, aki oda megy és megpróbál beavatkozni, ezt nagyon nehéz felmérni. Én például, esetetlenül nem ültem volna. Lenne szó, biztos, hogy nem mentem volna oda. Aha. Biztos, hogy nem megyek oda, de ha már ezt látom, hogy mondjuk a földön fekvő embernek a fejét rugdossák, akkor meg tudja, hogy oda megyek. Tétlenül nem néztem volna, tehát legalább egy vészfék. Egy 50 kilós nő. Egy 50 kilós nő. De akkor gondolkozzunk már el. Egy 50 kilós nő meg tudta állítani ezt a dolgot, értitek?
hogy egy 50 kilós nő áll, aki azzal, hogy határozott fellépése volt, elkezdett kiabálni, hogy hagyjátok abba, ezzel megállította a verekedést. Ha egy 70 kilós hapsi megy oda, vagy egy 80, vagy egy 100, akkor ő is meg tudja állítani. Tehát a saját félelmünk akadályoz meg hát abban. Nyilván, persze, nyilván a saját félelmed az, hogy a saját én központodon nem tudsz túllépni, és először te azt gondolod, nem az együttérzés nagyobb, nem az ő féltése nagyobb, hanem a saját önmagad féltése, és azt mondta, hogy nem megyek oda, jaj, nekem nehogy baj legyen. Vagy nehogy baj legyen. Tehát az én tudatom az legyőzi a másikon való segítést, aha, persze. Mondtad a gyereket is, hát hogy egy gyerekkel vagy, akkor meg aztán pláne nem mész oda. Nem úgy értem, hogy én a Benivel vagyok, hanem a Beni nagy. Tehát mit mondasz neki, mire tanítod egy ilyen élethelyzetben? Mit mondasz neki? Hogy mérje föl, hogy mikor tud segíteni, vagy soha ne hagyja, hogy a kisebbet bántsák, vagy ha egy ilyet lát, nyilván akkor milyen jó megoldás? Mire tanítod? Nehéz, mert szülőként azt fogod neki mondani, hogy inkább kerülj az ilyen szituációkat, meg próbáljon belőle kimaradni. Mert hogy az a baj, hogy nem kerülhetjük. Tehát tényleg egy ember fekszik a földön, és senki nem takarja le. Tényleg megvernek már valakit a villamos, és 50 bamba ember nézi, és senki nem mer legalább a sofőrnek szólni, vagy meghúzni egy vészféket. Ez már olyan fajta típusú elidegenedés, ami egyébként valahol döbbenet, mert lehet, hogy legközelebb te fekszel ott. Érted? Vagy te fekszel ott, vagy én fekszem ott. És ugyanúgy 50 ember végignézi. És ebben ez a megdöbbentő, hogy bármelyikünk bármikor feküdhet ott. 50 bamba utas meg úgy csinál, mintha nem látná, nem az én ügyen, nem szólok bele, jaj, jobb ebből kimaradni, huligánok, és kicsit ítélkezik a felett is, aki a földön fekszik. Mert mit gondolsz te, hogy nem a te ügyed, nem szólsz bele, oldják meg. Miközben fel sem méred, hogy az a nyomorult egyébként, lehet, hogy ártatlanul fekszik, és ő nem huligán, meg hát nem tudom ő mi. Ő most egy cigarettát akart eloltatni ugye az ellenféllel a villamoson. Hát ezt nem nevezhetjük huliganizmusnak, hogy szólsz valakinek, hogy ne gyújtsál már. Jó, de ha mondjuk nem is látod, csak már azt látod, hogy verekednek. Aha. Akkor azzal nyugtatod a saját lelkiismeretet, hogy két verekedő ember felette oldják meg. Közben nem verekednek, hanem az egyik veri a másikat, aki egyébként ártatlan a dologban. Szerintem nehéz kérdés. Mondjuk itt talán annyit az utazóközönség védelmében, hogy a sztori alapján itt pillanatokkal történt minden. Tehát odament, szót követett, akkor még nem látszott, hogy ebből akármi lehet verekedés, és egyszerűen csak kirúgta a lábát annak, aki odament, a sértetnek, a verekedő, és rögtön a földre került, és amikor a földön volt, már rögtön elkezdte ütni és rugdosni. Tehát, hogy itt ez ennyi volt. Na jó, de még néhányan kiabáltak rá. Lehet, hogy pont az történt, ami most történt köztünk is, hogy elkezdtünk így mérlegelni, elkezdtünk okos gondolkodni, oda menjek, ne menjek, csináljon, ne csináljon, mi lesz, hogyha oda megyek, hát ez egy hülye állat, lehet, hogy még kés is van nála. Elkezdtek így agyalgatni rajta, és közben történtek az események. De akkor üljünk csendben. Na jó, de ennyi idő alatt megszúrják, kétszer hátba szúrják, érted? Előkerül egy kés, egy vipera, tehát ez pont elég idő. Na igen, és akkor mit, üljünk csendben, és nézd ezt végig, és holnap meg van majd a metrón, meg a 19-es villamoson, vagy a Héven, és senki nem fog semmit csinálni. Ha van ott egy nagy darab szerencsét van, akkor pont megvéd. Hát 50 embernek azért van ereje. Tehát azért az ijesztő tud lenni, amikor 50 ember, 40 ember, 10 férfi fellép, odaszólsz három másiknak, hogy gyere, menjünk már oda, nem? Azért 3-4-en megérkeztek, hát ott olyan nagyon nagy baj már nem lehet. Még ha nem is vagy egy született, nem tudom, Jean-Claude. Szóval szerintem rémisztő ez a fajta gyávaság, vagy ez a fajta, nem is tudom, mit mondjak, ez a fajta ilyen elhidegülés, vagy elidegenedés, nem? Ez a közöny. Igen. Ez döbbenet. És az a kérdés, hogy mikor jutsz el a közöny azon fokáig, amikor már saját magaddal szembe is közönyös leszel, érted? Hogy ülsz mondjuk a villamoson, ott ül még 50 ember, és valaki hozzád lép oda, és te leszel az áldozat, és akkor is azt fogod mondani, hogy jó, hogy inkább nem szólok, jaj, csak menjen innen, jaj, nehogy engem kóstoljon meg, igen, mert ők nem fognak nekem segíteni. Szörnyű. Igen, igen. Érdekes helyzet egyébként. Azt írja egy hallgató, ez nagyon jó SMS, hogy minél többen vannak jelen egy incidensnél, annál többen gondolják, hogy majd a másik közbelép. Ez nagyon igaz. Tehát ugye mentesíted magad az alól, hogy majd valaki más nyilván ezt a helyzetet megoldja. Tehát a kettő emberekednek plusz két ember nézi, ott nem nagyon tudod másra fogni. Aha. De sokan vannak, akkor azzal tudod nyugtatni a saját lelkiismeretedet, illetve megmagyarázni a saját félelmedet, hogy majd valaki más. Igen, majd úgy is valaki közbelép, nem az én ügyem. Ők se, én se. Ha ők se mennek, én se megyek. Ez is nem, az is ilyen nyugtató. Igen. Na, várjuk azon hallgatóink SMS-ét, akik voltak már hasonló helyzetben. Ha végignézték, azért nem akarunk ítélkezni, ha mertek lépni. Azért, ha valaki egyébként, igen, pont most az egyik kereskedelmi csatorna is ezzel foglalkozik, megy a tévé nálunk. Ha valaki nem lépett közbe, és tudja, hogy miért nem mert közbe lépni, annak is szívesen veszük az SMS-ét. Tényleg, hogy mit a fenét tud az emberi helyzetbe kezdeni?
vagy milyen jó megoldás egyáltalán. Van egy SMS számunk 06 70 645 00 00, fél 8 múlt 2 perccel jövünk a hírek után. 3:48 múlt pontosan 1 perccel, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, ugye egy pénteki esetről beszélgetünk, és nem könnyű igazságot tenni, minden esetre a közöny és az a fajta, nem is tudom, kívülmaradás, ami történt ugye pénteken a szegedi villamoson, az megdöbbentő, arról beszélgetünk, hogy mit lehet ilyenkor tenni. Ha valaki nem tudná, ugye péntek este többször megütöttek és megrugdostak egy fiatalembert, aki felszólította azt, aki később megverte, hogy ne dohányozzon a járművön, és közel 50-en utaztak a villamoson, senki nem húzott vészféket, senki nem avatkozott közben, csak néhányan kiabáltak, de igazából nagy dolog nem történt. Egy valaki próbált segíteni, egy 48 kilós törékeny nő, és arról beszélgettünk, hogy most nyilván az első persze én oda mennék és segítenék, és agyonvernék mindenkit mondatok után, az ember valójában mit tenne, milyen lehetőség van ilyenkor a kezedben, mert cselekedni, nem mert cselekedni, mit csinálsz, oda mész, nem mész oda, és mi ez a megdöbbentő közöny, és ez a hihetetlen érdektelenség, illetve a saját életünk féltése, és a saját magunkon való nem túllépés, ugye? Hogy egészen tényleg ez a fajta közöny, az most már döbbenetes mértékeket öltött, hogy senki nem megy oda, senki nem segít, ahogy pénteken se segítettek ennek a fiúnak. Mi? És arról beszélgettünk, hogy ki mit csinálna. Nincs mintád rá. Tehát, hogy érted, hogy nem tanítottak meg, hogy mit kell csinálni? Nem, hát az életösztön mindennél erősebb, bármit tanultál, tehát az életösztön a legerősebb ösztönkörök közé tartozik. Saját magadat félted, és nem mész oda, amiről beszéltünk, hiába van neked egy tanult mintát, ha a félelem az megbénít, meg egyszerűen félted a saját életedet, akkor nem fogsz oda menni. Hogyha tényleg manapság egy olyan dolog divatos, mint ez az orvul leütés, amiről beszéltünk is a múltkor, akkor miért ne gondolja arra, hogy annál az embernél lesz egy pillangók és előveszi, és beléd szúrja. És oda mentél segíteni valakin. Persze, persze. Én azért mondom, hogy nagyon bátor, aki azt mondja, hogy én mennék, meg lehet, hogy menne is, de érdekes, hogy azért többen miért nem tudnak oda menni. Tájföldön éltem, egy buszon utazva lettem figyelmes arra, hogy egy turista veri a táj barátnőjét, oda mentem szólni, hogy nem kéne erre, vagy négy táj, meg a turista PP vert engem. Grátis egy napig fogdán voltam, ezután százszor átgondolom a segítségnyújtást, írja Feri. Hát ott az ki volt fizetve a Thailine-nál. Igen. Igen. Nem azért nem segítenek, mert nem mernek, hanem senki nem akar bíróságra járni, mert nem őket védeni a törvény. Tehát jobb kimaradni belőle. Én ezt egyébként nem gondolom, hogy valaki egy ilyen esetnél már arra gondol, hogy mi lesz majd, ha oda megy segíteni, mert itt nem arról van szó, hogy te még nyilván nagyon is vered az elkövetőt, lehet, hogy rászólsz, és az is elég. Itt másról van szó. Hasonló helyzetben háromszor álltam már verekedők közé, több éve küzdő sportolok, igaz hobbi szinten, de emelé 180 cent és 115 kiló vagyok. Írja nekünk egy hallgató. Akit aztán később megszurkáltak. Igen. Éreztem, hogy bajban két helyen varták össze a karomat, azóta hiába van meg a tudás és az alkat, az életösztön sokkal nagyobb bennem, hogy azonnal feltétel nélkül odálljak. Jó a téma, is igen elgondolkodható, írja Attila. Állapotosan és a két éves kislányommal a belvárosban, a játszótéren, homokozóban egy férfi kutyája dolgát ott akart elvégezni. A homokozóban rászóltam, kaptam egy pofont, senki nem jött a védelmemre, pedig sokan kint voltak. Igen, abszolút erről beszélünk. Két év felfüggesztettet kaptam, mert segítettem egy emberen, akit pont vertek. Oda mentem, próbáltam szétszedni őket, előkerült egy kés, ezt egy kicsit zokon vettem, egyiknek a térdét, másiknak a kulcscsontját törtem el, így is meg lehet oldani a problémát. Üdv, Mikey. Ezt és még ugye te jársz bíróságra. A bírósági esetet, hogy ez tényleg így van, hogyha beavatkozol, és ha nincs elég bizonyíték, akkor te járhatsz bíróságra. Hát fura, de hogy a törvény tulajdonképpen azt védi, aki ugye sérül, bármilyen beteg is, igen. Tehát neked akkor azért nagyon erősen össze... Önbíráskodás, igen, és persze. Én mondjuk oda megyek hozzád, és úgy megütlek, hogy te vagy a sérül, akkor, akkor abban nagyon komoly ügyed van. Nagyon komoly ügyed van. Tehát te nem ütheted meg. Hiába akartál te jót, ilyen alapon érted, most ért, meghal valaki, és azt hozzád, én csak segítettem, jót akartam. Az önbíráskodás, akkor te hosszú hónapokon keresztül fogsz bíróságra járni, és kis szerencsével, hogy eltöröd az állkapcsát, 8 napon túl gyógyul, abból nagyon komoly ügyed van. Úgyhogy te egyébként nem csináltál más, csak segítettél, ez is milyen faramuci, nem? Csak egy mondatot tényleg, Feri, erre, amit mondtál. Emlékeztek arra a buszsofőrre, aki az egyik utas megfogott egy tolvajt, kihúzta a nadrág szíját, és a buszsofőr ment segíteni, amíg kér a rendőrség, hogy megfogják a tolvajt, mert nagyon-nagyon erősködött. Ki akart rabolni egy nénit? Hát ki is rabolta, csak egy utastárs észrevette. Elmeszelték a buszsofőrt. Persze. Mert segített, személyiségi szabadság jogában korlátozta. Az. Igen, mert ő segített. Ugyanakkor ő elment volna a néninek a pénztárcája, és azt mondta a buszsofőr, na de hát kérem,
De ő nem nyitotta ki az ajtót, nem tudott leszállni. Hát jó, hogy nem nyitottam ki, mondta a buszsofőr, hát elment volna a tárcával. Persze, Amerikában nem is nyithatja ki a buszsofőr. Tehát Amerikában az összes busz be van kötve a rendőrségre, zseniális, ahogy csinálják. Bármi van, záródnak az ajtók, pánik gombot nyom a buszsofőr, és 2 percen belül, de még a távolsági vonalon is ott van egy rendőrautó, és addig senki sehova. És azért nem verekednek, mert tudja, hogy nem tud elmenekülni. Busz lezár, kész, pánik gomb, semmi, és nem megy sehova. Na, az amerikaiak ezt nagyon jól csinálják. Hát önbíráskodás, nem mehetsz oda. Tehát a jogos védelem az ugye most már kiterjed bizonyos dolgokra, meg jogos önvédelem, jogos védelem, de ha te nagyobb kárt okozol, mint amit neked okoztak, vagy annak, akit vernek, akkor az önbíráskodás. Hát milyen, hogy személyes szabadság jogában korlátozod, érted? Hülyeség. Hát persze. Nem, leszállt volna, elmegy a tárcával. A segítségnyújtás elmalasztása? Hát az is állampolgári kötelezettséged ugyanakkor, de te szét tudod szedni őket. Na, meg tudod akadályozni, de az, hogy te már mondjuk leüsd, széttörd az állkapcsát, és agyrázkódásra legyen, azt már nem csinálod meg. Segítesz, mert ha elmulasztod, akkor esetleg azért vannak felelősségre, vagy segítesz, és aztán meg azért vannak felelősségre. Hát attól függ, milyen mértékben segítesz nyilván. Összenemberheted. Tehát ahhoz nincs jogod. Szétválasztani, szétválaszthatod őket, persze. Faramúci helyzet egyébként, igen. Itt van egy hallgatónk, halló, jó reggelt! Jó reggelt nektek is, Edith vagyok. Hello, Edith, te voltál ilyen helyzetben? Voltam. Na, mi történt? Olyan szerencsés. 4-es-6-os villamoson mentem a 4 éves lányommal, és nagyon-nagyon tele volt a villamos, de durván lépni nem lehetett, és így a 180 centi magas vagyok, 60 kiló, úgyhogy viszonylag magasról láttam az eseményeket, és láttam, hogy 3 férfi elkezdett ütni egy 20 év körül is srácot. És már feküdt a földön, és bakancsal ütötték az arcát, és mondom, hogy nem hiszem el, így majd felrobbantam, fogtam a lányomnak a kezét, üvöltöttem, hogy most azonnal takarodjatok innen, és hagyjátok abba. Szegény lányom csak nézett rám, hogy mi van anya, de az emberek is rám néztek furcsán, hogy mi az, hogy én közül akarok avatkozni. Aztán oda mentem a srácokhoz, közben megállt a villamos, úgyhogy visszfékezni nem kellett. Senki nem csinált semmit, mindenki leszállt a villamosról, úgy a tettesek így eltűntek a világban. És mondom, nem hiszem el, itt hagytak egyedül, itt van a 4 éves lányom a lábam mellett, a srác fekszik lenne a földön, ömlik belőle a vér, mondom, megállt, akkor villamosnak beszóltam, hogy baleset van, azonnal álljon meg, hívja a mentőket, stabil oldalfekvés, közben a lányomat beparancsoltam a sarokba, hogy fordulj meg, ne nézd ide, ne csinálj semmit. Nagyon talpra esett nő vagy azért egy gyerekkel, meg aztán pláne az ember azt gondolom, hogy az egészből ki akar maradni, magadat is félted, de hát nyilván ott van egy gyerek, hát nagyon bátor vagy. Ez azért hát ritka. Ez a minimum, tehát így felrobbantam volna a dühömben, hogy ott álltak mellette a férfiak, senki nem csinált semmit. Egy tényleg, egy tök aranyos kis srácról volt szó, egyedül volt, nem láttam úgy értelmét, hogy miért kezdett volna bármibe is. Igen, az egy dolog, hogy van egy gyerekem, de látnia kell, baszki, ezt a mintát. Látnia kell, hogy ki kell állni a másik mellett. És én mindig ezt mondom neki, hogy bármi van, oda kell menni, meg kell csinálni, mert utána meg bánni fogod, hogyha nem teszed meg. Igen, itt a nagyon nagy kérdés az, hogy amikor valaki nem áll ki, hogy ez csupán a félelemre fogható, vagy ami sokkal aggasztóbb, hogy egyfajta közöny van már az embereken, és ezért foglalkozunk ezzel a témával, hogy megpróbáljuk kideríteni, hogy önmagunkat féltjük, vagy már ennyire egész egyszerűen tök mindegy, hogy mi történik. Ami jellemző ránk, maradjunk ki belőle, nem a mi ügyünk, ne foglalkozunk vele, jaj, csak nehogy baj legyen. Az pedig már nem a félelem számlájára írható, az szerintem már a közöny. Nem, én szerintem az embernek a mentalitásában benne, hogy egyáltalán nem is vagyunk kíváncsiak a másikra, alapból. Hmm. Tehát nem állunk le a szomszédba. Igen, ez a fajta közöny, igen, amiről beszélünk. De nem a szituáció körül koncentrálódik ez a probléma, az, hogy egyáltalán nem vagyunk kíváncsi a másikra. Hmm. Most így eszkalálódik egy ilyen probléma köré, hogyha történik valami, de ez nem annak köszönhető, hogy én félek, vagy nem, hanem egyszerűen így máshoz sem mennék oda, vagy lehet, hogy a barátomnak se segítenék. De egyébként nálad is az ösztöneid működtek, nem? Tehát sokkal kevésbé a józan eszed, mert abban a pillanatban biztos nem azon gondolkodtál, hogy úristen, mi lesz, hogyha engem leütnek, és itt van a 4 éves gyerek egyedül. Nem gondolkodok. Ugye, hogy az ösztönök? De sokszor érdekes, hogy a nőknél azért ez a fajta ösztön mennyivel erősebb. Ugye, gondolom, hogy anyák, az anyai ösztön, hogy ők közben, szóval itt is egy 40 kilós nő ment oda, te is ugye hát magas vagy ugyan, de hát nő vagy, gyerekkel, és mégis a nők, és nagyon sok SMS van, ahol a nők szólnak inkább közösen, mint a pasik. Tehát van bennetek valami, ami a férfiakból hiányzik. Igen, de ez szerintem még mindig mentalitás, mert ugyanilyen volt, még amikor nem volt kisgyermekem, és
volt egy autóbaleset is, és akkor sem ment oda senki, 100 méteren keresztül tolta maga előtt a földön fekvő embert a sofőr. Én rohantam az autó mellett, hogy álljál már meg! És senki nem csinált semmit, és mondta, miért álljak meg, ez csak egy kutya. Na nem kutya, ember, és hogyha kutya lenne, akkor se állnál meg. És akkor is ott Pécs belvárosában voltunk, volt 500 ember rajtam kívül, és akkor senki sem csináltak semmit. Igen. Edith, köszi, hogy elmondtad. Vigyázz magadra. Vonzod a bajt. Igen. Ciao Edith, köszi, hogy elmondtad. Hello, hello. Na jó, igen, érdekes téma. Jó, hogy foglalkoztunk ezzel szerintem. Igen. Jól van, megyünk tovább, valakivel már is játszunk. Óven bácsi és Beru néni, avagy a Tatooine hangjai. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. Mert ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak reggelenként a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni, a párafarm csalogányai. Még egy fél mondatra pont a Wunderben megcsináltuk. Gáspré, gyerekek, legálisan hordható, használható. A buszon mi? Figyelj, mindenki sírja. Így közel arcom fújott, kicsit mindenki köhög. Kell, minden nőnek a táskájában legyen egy. Komolyan mondom, nem vesztesz fel semmit. Ott a gyerek, meg kihúzod, lefújod. Legálisan hordható, használható, viselhető. Előre is elnézést mindenkitől. De igen, azért közelről arcom fújott, lehet, hogy még kettő ember köhög, nem? És mit vesztesz, ha ma már konkrétan kellék. Ugye? Aha. Minden nőnek ez kéne a táskájába. Halló, jó reggelt! Halló, sziasztok! Halló, Gyula! Honnan hívsz minket, Gyula? Ajkáról. Ajkáról. Jól van, mutatjuk is, hogy mit csinál Óven bácsi, Beru néni. Jó, figyelj! Hát. Beröffentötték a fater trabantját. Mennyire? Kikocsiznak vasárnap délután. Utasd a hangot! Az a durva, hogy érzem az illatot, nem? Imádtam. Tehát meghallod ezt a hangot, és érzed az illatot. De jó volt. Na figyelj, mutatjuk, mit énekelnek. Hát ez nem nehéz. Hát... Semmi? Nem nagyon jó. Hát még egyszer lehetne. Hogy ne lehetne, mutatjuk, figyelj. Mi ez a kis hajlítás itt a végén? Hát nagyon ebben nem fog menni, szerintem egy hosszabb lehetne. Jó, kivettük a sapkát, figyelj. Na, hát ha ebből sincs meg, akkor nem... Hú, meg lesz most már. Na. Ez a Pink, ugye? Így van! Így van. A Pink. Jó kis szám. Sajnos túl szélsőséges, ezért nem játszunk. Pink, így van, kivettük a sapkát, de a többi az meg lesz, jó? Oké, köszönöm szépen. Köszi, hogy játszottunk, ciao. Köszönöm, sziasztok. Hello, Gyula, ügyes voltál. Egy perc alatt pontosan 8 óra jönnek a legfrissebb hírek, aztán itt vagyunk mi. Itt nincs még egy olyan mondat, hogy itt a Klassz FM? Az a hosszú, ez a rövid. Még pont egy korty tea belefért volna. Várjál, visszajátszom. Annyira ki van számolva, hogy mit, hogyan. Olyan vagyok, mint Nadal. Itt a Klassz FM-en. Ja, köszönöm szépen, így már sokkal jobb. Nadal először iszik a jobb kezével, bal kezével leteszi, ugyanoda teszi vissza nekem, és ezek ilyen kis, pontos kis tennivalók. Itt elmarad egy fél mondat, akkor az összezavar. Na, friss közlekedés híreink vannak. Budapesten az Alkotás utca aránylag jól járható, felhős az ég, 6 fok van, támadok dolgozni. Anyám szerint a legjobb mód arra, hogy a tej ne romoljon meg az, hogy benne kell hagyni a tehénben. Csumi Erik. Erik. Köszönjük szépen. Borsodban, Bükkábrányban kérjük a fényképhez mosolyogni, oktató küldte nekünk. A ráckevélyi hév megint rogy, tökölig pótlóbuszok járnak, nagy késés, csigatempó, idegbetegség. Írja nekünk egy hallgató. Kábellopás miatt megint. Kábellopás, így van. Az M3-ason Nyíregyháza felé a 85-ös kilométernél kamion az árokban. Rendőr még nincs, ezt GP küldte nekünk. Baleset a Soroksár és az Illatos út kereszteződésénél, befelé menet busz kontra autó, 3 sávot elfoglalnak, már nagy a dugó, ezt Juli üzente, köszönjük, és a Borsókúti benzinkút után Nyíregy felé baleset van, ez valószínű az, amit az előbb mondtam, a felborult kamion. Baleset a Lehel csarnok Váci út kifelé vezető oldalán, ez a piac, ugye? Ez a Lehel piac. Így. Ezt Mikey küldte nekünk, és Magyarszék belterületén szintén baleset van. A morningshow.hu pedig zajlik egy fotópályázat, nagyon helyes képeket lehet feltölteni, síró, hisztiző gyerekekről képet. Senki ne gondolja, hogy ez valami nagyon komoly dolog.
Ugye szülőként mindenki tudja, hogy milyen nehéz, amikor a gyerek fürdetésnél, orvosnál, hiperben, valahol kocsiban rátör a roham, viszont ilyenkor nagyon cukik tudnak lenni, nagyon helyes arcot vágnak, torzuló fejjel, erőlködve próbálják a szülők tudtára juttatni, hogy tudomására hozni, hogy valami nem stimmel az ő kis életükben. Na hát ezt lehet lefotózni. 50 ezer forintos fotópályázatot hirdettünk annak, akinek a gyereke a legcukibban, legaranyosabban, de ugyanakkor a legdurvábban és leghitelesebben hisztizik. Feltölthetnek magukról képet felnőttek is. Ha párod, férjed, barátnőt hisztizik, egész nyugodtan lefotózhatod. Elő a telefont. Tessék lefotózni, feltölteni, aki nagy like számot kap, aki sokan szeretnek, aki megnyeri ezt a fotópályázatot, 50 ezer cash, olyanok vagyunk, mint a lottó, egyedül az országban nettó. Ugye? Tulajdonképpen. Itt nincsen nyereségadó, illetve van, csak majd mi fizetjük. Így van, van egy csomó minden, járuléka nem, de ezt mi fizetjük, bornéksó.hu-n. Aki nem tölt föl, vagy nem akar föltölteni, az is menjen föl, szenzációs képek vannak gyerekekről, felnőttekről, újszülöttekről, kislányokról, kisfiúkról, fürdetés közben, altatás közben. Hát nagyon cuki ez a rovat. Első hallása nem annak tűnik, az egyik legcukibb fotópályázatunk. Nagyon helyesek a gyerekek. És még videót is lehet feltölteni, hogyha elég bátrak vagytok, hogy úgy gondoljátok, és nyugodtan tényleg mindenféle korosztályról, például a barátnőről, mert nem örül az új melleinek, stb. Van ilyen kép? Ráadásul részletre volt. Megjött az első törlesztő részlet. És sosem tudtam ezt a mellett törlesztő részletre, ez hogy van? Ha meg akarja csináltatni, egyben nincs pénz, van rá lehetőség, hogy ne? Hát ennyi. Szépen. Csak ugye, ha nem tudsz egy törlesztő részletet fizetni, azért azt, akkor azt az valamit, amit megterhelt a bank, azt viszi. És arra terhelik? Hát nyilván nem, hát lakás valamit, de hogy mire terhelnek mellműtétnél? Aha. Hogy azt nagyobbított, hát nyilván merre nem tudnak, vissza nem nagyon tudják venni, nem? Nagyon sokan csináltatják meg egyébként hitelből a melleiket. Azért már kemény, nem? Ha kemény lesz, ha beleteszik, akkor igen. De egy kis implantátumon. Ez nagyon durva. Részletre fizeted lehet, a saját lehet, melled részleteit. Nem tudod fizetni, akkor le lehet egy kicsit. Mit csinál? Semmit nem nagyon tudsz azzal már, ha megvan. Na. Nem tudom, hallottátok-e? Én igen. Muszáj, te igen? És mit szólsz hozzá? Hát elképzelhetetlen, hihetetlen durva ez az egész eset, felháborít, hogy mi minden meg nem történhet manapság a világban. Te jó, hogy te is ezt gondolod erről. Igaz? Én is ezt gondolom, hogy egész egyszerűen döbbenet. Hát, Ferin viszont látok egy kis tanástalanságot az ügyjel igen, kapcsolatban, igen, de miért? Nagyon, hogy mi lehet ez? Hihetetlen, hogy ma már minden megtörténhet, a fene vigyel. Na, kémkedő televíziók, az LG kémkedő televíziókat ja. gyártott. Azt hittem, hogy ez ilyen TV2 kontra RTL klub. Nem. Kontra TV2, de nem. Nem, az LG kémkedő televíziókat gyártott, ez kiderült, most szánják, bánják, Magyarországon egyébként nem hoztak forgalomba ilyeneket, és... Ezek szerint tudtak róla. Már az LG? Igen, tudta. Tudta, hogy a TV is mire képes, és így küldte forgalomba. Te sunyik. Hogyne? Kémkedő televízió. De mit kell? Szétnéz a lakásban és leadja a drótot, hogy hát, hol a trezor? Hát. Vagy mit kémked? Nem, hogy működik? Nem magyarázzátok el, én nem tudom. Mi az, hogy kémkedő televízió? Szétnéz a lakásodban? Van benne kamera? Nem csak te nézed, ő is néz téged. Aha. És akkor látja, hogy alsógatyában, vagy kitérve hát, melegítőben nézem. De velem erőszakot fordulna, hogy úgy kapcsolgatom, hogy állok előtte. De úgy állsz, hogy... Egyszer Ádám közkönben. Ja. Személyes adatokat küld a tévé, a gyártónak, a cégnek, aha, a felhasználóról. Úgy, hogy ezt egyébként az LG nem mondta, amikor te megvásároltad a televíziót. Ugye mi történik? Nézi a megfigyelt tartalmaidat, vagy a nézett tartalmaidat egyébként, és összegyűjti azt, hogy te mit nézel, mennyi ideig nézed, milyen hirdetéseket nézel meg. És azt utána elküldik a cégnek, aki aztán továbbadja ezt ügynökségeknek, reklámgyártóknak, bármilyen. Tehát információt gyűjt rólad a televízió, amit aztán elküld a megnézett csatornalisták alapján, ugye elküldi a szoftver, amit te megnéztél. Ennyi, vadon úr, megint pornó. Igen. Az a baj, nincsen. Nincs nálam. Nincs a családi csomagunkban. Magamnak, de nincs. Ugye tulajdonképpen más forrásokat kell keresnem állandóan. Elküldi az adatokat a tévé, és akkor szépen előbb-utóbb te személyre szabottan kapsz majd reklámokat. De ez jogszabályba ütköző tevékenység? Megmondom, miért kérdezem, mert egyébként ugye az internetes keresőmotorokról köztudomású, hogy gyűjtenek mindenféle adatokat rólunk. Tehát a legnépszerűbbek azok be is tárazzák azt, hogy te hol voltál, mit csináltál. Hát nyilván, ha neked ezt nem mondják, akkor ez személyes adatnak minősülhet. Bár az LG ugye azt mondja, hogy ez nem személyes adat. De az, hogy én mit nézek, mennyi ideig nézem a saját otthonomon, a saját lakásomban, ahhoz kinek mi köze van?
Véleményem szerint semmi. Aha. Nem? Semmi. Az ég egyet a világon. Hát az ég egyet a világon semmi. A tévé mégis gyűjtött információt. Most pedig egy elemlámpa alkalmazásról derült ki, hogy szintén információt gyűjt. Okostelefonos? Okostelefonos elemlámpa felhasználó, igen. Az ingyenes használatért cserébe reklámokat jelenít meg, és az egyedi azonosító alapján, a földrajzi koordináta alapján elküldi ezt úgy, hogy nem értesítette a felhasználókat. Nyilván ez is a keletiek csinálják, mi? Mint az LG. Ugye? Hát igen, a kis vágott szeműek kémkednek folyamatosan. Fogíny gél babáknak. Ezt írta ki az elemlámpa funkció. Na, hát és milyen jó helyre menne neked, nem? Fogíny krém kis babáknak. Bekapcsolod a lámpát, és följön egy ilyen, hogy vegyen fogíny gél. És ott van alatta. Figyelj, jacuzzi, 50%-os akció. Figyelj, folyamatosan. Tehát mi történik? Összegyűjti, hogy te melyik országból vagy, melyik földrészen vagy, elküldi hirdetőknek, és te ahhoz képest kapsz reklámot. Érted? Aha. Tehát a telefonodra neked olyan reklám érkezik, ami a földrajzi koordináták alapján, a felhasználó alapján, ugye valószínű, te út később azt a terméket esélyes vagy megvásárolni. Tehát nem kell koreai jól tudnod, János, hogy elolvasd a reklámokat, hanem magyar reklámot kapsz. Tehát mi történik? Zseni. Kémkedés zajlik egy elemlámpa funkcióval, amit nem gondolnál. Uh-huh. Ugye már a Google is folyamatosan csinálja, a Google Map is folyamatosan adatokat kér, a Facebook, tulajdonképpen mindenki. Az igaz, de most a saját tévéd is elárul. Meg a saját számítógéped, az igaz, hogyha így hagyod fölnyitva, akkor lát a kamera? Ez is igaz? Mert akkor az is kémkedés, integes csak neki? Ha-ho. Hát ha visszainteged. Ja. Nem, arról azt mondják, hogy elvileg, hát föltörik a gépedet, ez így van, én ez nem értek, akkor valaki be tud férkőzni a te kamerádba? Igen. És meg tudja nézni, hogy te mit csinálsz? Hát elvilegben igen. Ülsz otthon a nappaliban. Elővigyázatosságban. Én már elég sok olyan laptopot láttam, ahol mondjuk ebben nem voltak maximálisan biztosak, és azért egy kis fekete szigetelő szalagdalabban lelagasztották az egyébként úgy látszik nagyon ritkán használt webkamerát. Tehát a tévét küldi az adatokat, hogy mit nézel, az okostelefonod lámpa alkalmazása azt elküldi, hogy hol vagy, a számítógépeden pedig látják, hogy mit csinálsz. Gyönyörű. Igen, ezeket az LG-ket egyébként Magyarországon nem hozták forgalomba, tehát senki ne rémülje meg a tévéktől. Nem a Samsung fizetett le minket, hogy mártsuk be a konkurenciát. Nincs. De mi van akkor, ha a tévén van kamera? Akkor azt is láthatják ott kint, hogy én mit csinálok a nappalimban? Uh-huh. Tehát kémkedhet úgy a televízió, hogy én egy szál semmiből járkálok, négy kézláb, lovacskázom a gyerekkel mesztelenül, és a kamera van a tévében, akkor azt már látják ők ott? Tehát már ilyen adatokat is kinyerhetnek, hogy mit csinálok a nappalimban? A mesztelen lovacskázásnál csak egy pillanatra időzzünk el, hogy a gyerek ül a hátadon? Persze. Jó, semmi, mehetünk tovább. Ez általában karácsonykor csináljuk, amikor a rokonok is átjönnek. Ez a mesztele lovacskázós szám, ez nagyon... Ez a csúcspontja. Mama is, most maga is. A szentestének ez a csúcspontja nálunk. Közben az ajándékbontás előtt van. Mindenki nagyon jól szórakozik. Apuci, vetkőz, most jön a mesztele lovacskázás. Ó, a mesztele lovacskázás. Ne előbb a csomagokat. Ne. Hány titkos dolog zajlik egy nappaliban, amit láthat egy televízió? Nem? Rengeteg. Mit láthat egy televízió? Tehát önmagában szerintem egyébként, hogy hát ha nem is annyira titkos, de intim dolgok azok mindenképpen történetnek ott, abban a pillanatban. Ilyen alapon, hát ha egy kicsi kamera van, akkor előbb-utóbb elérik azt, hogy azt is le legyen valahova gyűjtve, és azt is tovább tudják gyűjteni. Hát ha persze. Ezt megjegyzi valamilyen szoftver, hogy én mit nézek, mennyi ideig nézek, milyen reklámokat nézek, meg mi az, ami érdekel, akkor ezek alapján egy kamera van a tévében, akkor azt is legyűjti. Simán. Nem? Simán. Tehát látják, hogy te otthon is, mit tudom, sífelszerelésbe járkálsz. Próbálgatom az új sínadrágomat. Próbálgatod a kis sínadrágodat. Mit tudom én, energiatakarékosan élsz, hogy nem tudom, mit láthatok mondjuk a nappaliban. Te előbb-utóbb a tévédre olyan hirdetéseket fogsz kapni, hogy jöjjön el akciós áruházunkba sínadrágot venni. Vakszolom a lécet. És meg is szólít. János, megvette már a... De értitek, hogy minden kémkedik már körülöttünk? Nem biztos a saját számítógépedben, a saját tévédben, a saját telefonodban. És a saját játékkonzolodban sem. A játékkonzol is kémkedik? Mert azzal kapcsolatban is voltak egyébként ilyen felvetések. Például a Snowden aktákból az is kiderült, hogy például az Xbox Live 48 millió felhasználóról gyűjtött adatokat. És mit, hogy mennyire erősen nyomsz, vagy? Hát, hogy milyen rejtett kódokat használsz, és azokkal hogyan tudod megnézni például a főszereplőket mesztelen. De segítsetek már, egy tévé mit gyűjt? Tehát én bekapcsolom a tévét otthon, háttér televíziózok. Közben jövök, megyek, mennek a reklámok, mennek a filmek, akkor abból rólam mi derül ki? A televíziózási szokásai, milyen műsorokat részesítesz előnyben,
és akkor ezek alapján mondjuk be tudnak téged azonosítani, be tudnak rakni egy bizonyos csoportba. Az oké, de a kamerás mit bűz? Tehát, hogy ott milyen info van, hogy pattogatott kukoricát eszik? Hát a kameránál ott már sok info van. Hát a kamerásnál ott, ha, azt nyilván nem csinálják meg. A kamerásat azért az, többen felsziszennének, de ott már van info. De ha csak háttértelevíziós szoftver gyűjti a megnézett reklámokat, aha, te nem biztos, hogy a tévé előtt ülsz, nem? De hát akkor például azt, hogy én mondjuk a TV paprikát nézem, akkor tudják, hogy én valószínűleg érdeklődöm a gasztronómia iránt. Ha a János a sport, a kettlebell csatornát nézi, akkor új kettlebell reklámokat fognak neki nyomni, nem? Tehát, hogy így ez alapján, hogy milyen csatornát nézel, az behatárolja az érdeklődési körödet. Igen. És akkor olyan reklámot fog kérni. Szerintem az izgalmasabb egyébként az a, laptop, meg a személyi számítógép, ami webkamerával van felszerelve. Mert ott ugye az köztudomásul, hogy, te például mondjuk, hogyha egy operátornak a segítségét kéred egy bizonyos szolgáltatással kapcsolatban, akkor simán át tudja venni a te géped felett az uralmat. Át tudja venni, gyakorlatilag el tudja kezdeni egy távolabb egy pontról irányítani a te gépedet. De ez nyilván jog szerint egyébként az engedélyet kell hozzá. Feltörném a gépedet, mit látnék? Egyszer csak megjelennék ott semmi. A kamerádban. Nincs rajta semmi. Hát, nincs rajta kamera? Tudnék csúnya dolgokat látni? Csúnyákat nem. Talán egy-két. Szépeket látni? Egy-két. Igen, szerintem gyakran időznél a gépünkön. Mit szólnál este 11 órakor? Egyszer csak így beköszönnék neked. Látlak, Jani. Ja, megint rajta kapott honfoglalózás közben. Mit csinálsz? De hogy tudják, hogy melyik az én gépem? Hogy törik fel a kamerát? Most nem tudnám megtalálni, hogy melyik a te gépem, ha nekem nincs ilyen e-mail számom vagy valami. Tehát az hogy törik fel? Hát lehet, hogy nem véletlenszerűen töri fel. Tehát ő nem tudja, hogy a tiédet töri, hanem valakiét feltöri. És az vagyok én. És aztán még meglepődnél 11 órakor két hatalmas csöcs között így felbukkannék. Így fel, de így a monitorodon tudod, így alulról így följönnék. Szia, Jani! Jézusom, de undorít. Nem látom a mellett. Mint a Hunchback játék, vagy régen az a Pac-Man, aki így zabált azokat a kis pontokat. Hello, Jani! Ki ez a ronda? Trani? Két óriási mell között így felbukkannék, körbenéznék. Tetszik a nappali, Jani? Majd így újra. Na, újra lebuklik. Meg nem a mi nappali. Ne, akkor azt mondom, úristen, Jani, te itt élsz. És aztán szépen eltűnnék. Vagy te jönnél az én gépemre. Azért ott látnánk nagy csodákat. Én leragasztottam egyébként. Itt is? Benne? Nem, itt bennem. Ja. Otthon. Otthon? Hát ne kapjanak már rajta a teregetés között. Hát. Hát kötényben. Kis kötényben, hogy párosítom a barna meg a fekete zoknikat, ne kapjanak már rá. Olyan kíváncsi lennék egyébként, hogy mi történik emberek nappaliában, amit nem látunk, nem? Semmi különös, vagy most nem effektíve, hát, nem a szexre gondolok, de mit tudom én, hogy van olyan nappali, ahol a nő az ágy ülőgarnitúrán mulatja az időt, miközben a férje mesztelenül egy kis kötényjel vacsorát készít? Nincs rajta semmi, csak egy kockás ilyen simán abroszos kötény, meg egy kukta. Igen. Meg egy ilyen kukta sapka? Ilyen például van? Ez simán ott van. Tehát ez a kukkolás, ez szerintem ez egy akkora favorit, egy akkora időtlen klasszikus, hogy gyakorlatilag mindig mindenhol. És a legegyszerűbb, leghétköznapi dolgokat, és nem csak a pucérkodás. De csak ez a sztereotípiák, hogy te a Feri, beköszönnék a Ferihez, élennék a tévéje, és láttam, és azt láttam, hogy épp agyvérzés kap, hogy nem sikerült a krém brülé, és egy ilyen hegesztő pisztolyjal a kezében nagyon sétál, és nagyon káromkodik. Igen. Tehát ezt látnám? Hát de mit látnál mást, ha a krém brülé elhúzódik? Annáiknál mit látnánk? Ott a Peti ülne, az Anna nagyon magyarázna valamit, nem? Igen. Zsibbasztva már a Petit nagyon. Beszél. Gépel, és átére pedig Anna, vagy ilyen keves gesztusokkal magyaráz. És mindig mond egy igent a Péter. Igen. Igen. És a laptopjába menekül. Mondd, Anna. Mit látnátok a nappalinkba? Mit látnánk egy szerda dél este, mint tudom én, 8:30-kor a nappaliban? Azt ne akart meg. Semmi különleges? De. Sima egyszerű családi élet? Na miért gondolod ezt így? Hát nem tudom, csak gondolkozom. Nem sima egyszerű család élet. Én nagyon érdekes dolgokat látnának a mi családunkban. De mi Peti női ruhába rohangál, vagy mi nem tudom, hogy elkezdeni. Hát amennyiben a tanga ruhának számít. Igen, ha a tanga egy ruhadarab, akkor mindenféleképpen igen. Hát bármit láthatnál. Ül egy túrfal a kezébe, olvassa a lóversenyt. De izgalmas, de kukkolnék nálatok. De nagy egy túrfal a kezébe, ott üldögél, és a lovasport eseményeket elemez, tétre, helyre, befutóra. Nyilván az ember lenge öltözékbe mászkál otthon, azt láthatnád, szerintem nem érdekellek.
Te mesztelen vagy otthon? Nem, hát persze, fölöltöz a bundába. De nem, hát, csak kérdezem, te mesztelen vagy otthon? Nem mesztelenül, de hát nyilván nem így vagyok fölöltözve. Te mesztelen vagy otthon, Feri? Persze. Tökre? Egész nap? Egész nap. Nem, ha délbe hazam, és ledobod a ruhát. Ledobom a szettet, és aztán csak úgy járkálok. És este éjfélig mesztelen vagy? Ez csapódik ide, oda. A gyerek néha csak, hogy tényleg a homlokát tudod, hogy apa. Panna, megint láb közelbe vagy. Én sokszor vagyok mesztelen otthon. Te mesztelen vagy otthon? Igen. Igen? A fürdőszoba és a hát a fürdőszobában közül. Mindenki mesztelen. Hát, igen. De mit tudom én, este 8-kor, ha kijössz frissen a habtesteddel a zuhanyból, és tudod, hogy 2 óra múlva lefekszel, felveszel valamit, hogy mesztelen vagy? Nem. Mesztelen vagy? Mesztelen. Tévé akarok lenni. De mindannyiunk mesztelen. A palik többet mesztelenkednek, mint a nők egyébként. Mert mi fagyosak vagyunk. Nekünk mindig kell valami kis lélekmelegítő ránk. Fázunk. Igen. Zsül, te is mesztelen vagy otthon? Nem? Ó, oh, nem. Nem, összégyeli Zsül, magát. Zsül, bédigolva mászkán. Te egy óriási nersz bundába vagy, mi? Igen, de az alatt mesztelen. Csomagolj ki, és csomagolj nem, mert, ki. Nem nutria. Imádja a nutria érintését. Juli nincs itt? Juli? De, itt gyere, van. Juli. Csak Juli, mondjam el. Mesztelen vagy? Csak nem csak az, hogy mesztelen, hogy mit látnánk a tévé. Valamit, Juli. Írjanak háztartások, mit látnánk, ha tévék lennénk? Te mi vagy? Nálunk mindenki mesztelen. Ja, igen, egy nagy tantrikus meseolvasás. Egyébként egy célirányosan keresnék ilyenkor. Hát tudja, hogy nem a Minimax-kor kapcsolnék be, hanem este, felnőtt tartalom alatt. Mármint a tévé lennél, és a kamera lennél? Hát akarnék, akkor keresnék, amikor jó eséllyel látok is valamit, nem? Nem napközben kapcsolok be, amikor vacsora idő van, hanem akkor kapcsolok be, amikor éppen valószínűleg Éva. Valami történik. Mini helyett a Maximi. Igen. Hány olyan család van, akinél furcsaságok történhetnek egyébként? Na jó. Mondom még egyszer, nincs ilyen tévé Magyarországon forgalomban. Jó? Többen. Még mielőtt elkezdenék visszahordani az emlék egy játónak a készülékeit. Nem kell félni, nem hoztak ilyen tévét forgalomban. 8:30 volt pontosan, 2 perce, 3-as ugrása már most lehet jelentkezni. Egészen nyugodtan, mi pedig jövünk Ákos hírei után. 3:49 pontosan, baleset a 843-as úton Pápa és Celdömöl között, kb. Félúton, teljes útzár, a Szántóföldön lehet kerülni. Ezt Geri küldte nekünk, köszönjük szépen. Mi pedig ugye a kémkedős televíziókról beszélgettünk, hogy zajlik ez, mit néznek meg, mit láthatnak, kinek mi zajlik a lakásában. Ír egy hallgató, hogy tényleg figyelnek, egy útdíszedő gép reklámja jött be, Angry Birds és közben fuvarozással foglalkozunk, eddig fel sem tűntek ezek a reklámok. Ha a tévé látja mondjuk a családon belüli erőszakot, a cég vajon jelenteni, kérdezi egy hallgató, hát még nem kamerával látnak, de jó a felvetés. Egyébként jó a felvetés, igen, de ugyanakkor meg itt is megint visszaüthet a dolog, mert hogy elviekben ugye személyiségi jogokat sért. Igen, de ugye kamerázva. Itt információt gyűjtenek, internetre bekötött televíziókról beszélgetünk, tehát kamera még nincs. Internetes kapcsolatos ilyen okos tévék azok, amik elvileg gyűjthetnek információt, tárolják, aztán interneten tovább küldik. Mióta hallgatlak titeket, egyre fényesebb a körmöm és a hajam. Köszönjük szépen. Ide nekünk egy hallgató. Most megijesztettetek. A nappaliban öltözöm minden hajnali 3-kor. Írja Jutka. Régi szlogán, Amerikában, ha tévéd van, akkor mindent tudnak rólad. Kamera és hang, titkosszolgálat. Sajna nem vicc. Frissen küldte nekünk. Jó. Most megnézem az elemlámpa funkciómat, kíváncsi vagyok. Na, mennyire ismer az elemlámpám, jó? Nekem ingyenes, tehát oda küldenek reklámot, ha pénzért veszed meg, oda nem. Nézzük az első beérkező reklámot. Tudod, hogy hol van hozzád legközelebb dohányból? Nem mondod. Kattints és tölzd le okostelefonodra a nemzeti dohányboltokat. Tehát nem ismernek, mert ugye nem dohányzom. Nem. Neked milyen az elemlámpádom? Nekem fény. Ne csináld, Feri! Nekem semmi. Hát... Hogy lehetsz ennyire jó? Mutatom. Na Muti, megcsinálom, mert mire te megtalálod. Már megvan, semmi. De mi nincs neked? Nincs rendben. Te pénzért vetted meg? Nem vettem pénzért, ez egy rendes alkalmazás. Vagy ugyanaz, mint a tied? Nem, ez egy másik alkalmazás, igen. Hát tudod? De fura a 4-es iPhone. Hát igen. A fura az egész. Hihetetlen. Hihetetlen diót a kőkorszakban, mit csináltok. Innen már csak egy lépés a WC-be beépített ízlelő bimbók elemzése, ami elemzi a család étkezését, és ehhez mérten kapjuk a reklámokat. Ez jó ötlet egyébként. Csak mondom egyébként, hogy az említett gyártótól találtam olyan tévét, amin van integrált webkamera, tehát beépített.
Na. De ne ijeszgessünk senkit, nem, nem néznek jó, még, ne, nem, hát, nem, hát, nem, csak az, hogy van rajta webkamera, persze, az hogy van. Az össze, már vannak 3D-s tévék, Skype-olsz rajta, van rajta kamera, persze, de így még azért remélhetőleg nem néznek senkit, de elvileg előbb-utóbb, hát a számítógépedet föltörik, és ott néznek téged, hát akkor a tévének a kameráját is föltudják, de ez nyilván a jövő, vagy hát reménykedjünk benne. Meddig megfordult a világ, eddig én néztem a tévét, most ő néz engem. Mikor lesz az okos vasaló feltalálva? Kérdezi egy hallgató. Hmm. Én a Nóta TV-vel idegesítem a családot, akkor számíthatok új csocsesz CD-re? Rendszergazdák vagyunk, távolról mindig bekapcsoljuk a főnök webkameráját a laptopon, és látjuk, mikor jön ki az irodából. Mindig csak azt látja, milyen ügyesen dolgozunk, írja Tamás. Na. Semmi? Semmi. Okos. mi nem vagyunk szerintem ilyen hálózaton belül. Istenek, mi nem vagyunk ennyire fejlettek. A tévé csak akkor képes ezen adatok elküldésére, ha közvetlenül vagy vezeték nélkül internetre van kötve. A laptopoknál már kicsit más a helyzet, ahhoz vagy nagyon sok olyan oldalra kell felmenned, ami köztudottan vírusos, vagy csak egy elég tanult hacker tud hozzáférni a kamerádhoz. Kérdez, írja Márk. Én azért ezt megkérdezem. Rácsörgünk Márkra? Nem csak kérdezzük meg, hogyha mondjuk föl tudnál törni a te gépedet, hogy nem tud róla semmit. Nem? Hogy lássuk, hogy milyen borzalmas dolgokat csinálsz te a gépednél. Most nézem. Tessék? Már törli. Előzmények törlése. Törled az előzményeket? Kat-kat-kit-kat. Mi van, törölsz? Nem, nézze, most végignéztem, hogy mik vannak megnyitva, de úgy látom, semmi kompromittáló. Semmi, amit nem vállalnék. Csöcsök, seggek. Hello, Márk, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Hello! Figyelj, Márk, itt a laptopoknak a kamerájának a feltöréséről beszélgettünk. Meg írtál is SMS. Tudsz most beszélni? Igen, igen, valám 25. Az nagyon jó. Picit le tudod halkítani a rádiót? Vagy tud? Hát sajnos sofőrt nem tudom erre megkérni, közvetlenül. Ja, hogy központi adáson keresztül szólunk a volánnál? Igen, igen, igen. Hány arc néz rád, hogy te vagy az, aki most ott szólsz az éterben? Észrevették már? Szerintem maximum ketten. Uh-huh. Sziasztok, igen, ő az törzshallgató, imád minket. Honnan, hova mész már? Budapestről Dunaújvárosba. Budapest-Dunaújváros. Na, hogy van ez a laptopon a kamera feltörés? Hogy mondjuk nekem van otthon egy laptopom, vagy Janinak, Ferinek, bár azt te föl tudnád törni? Amennyiben otthon van a laptopotok, akkor semmiféleképpen sem. Egészen addig, amíg mondjuk nem jártam nálatok egyet, a minimum. Miért, akkor mit csinálsz? Elviszed a laptopot és visszahozod? Vagy? Nem egészen, hanem mondjuk, ha nálatok van wifi otthon, és csatlakozom arra a hálózatra, akkor onnantól kezdve az IP címetek alapján meg tudom találni otthon a laptopotokat. Aha. Tehát neked egyszer fel kell csatlakoznod, vagy tudnod kell a wifi jelszót? Mindenképpen. És wifi-t feltörni nem lehet? De azt egyszerűbben lehet, mint mondjuk egy laptopot megoldani. Aha. De hát ha föltörted a wifi-t, akkor már benn vagy a hálózatomban, tudod a laptopomat is, ugye? Igen, onnantól kezdve gyakorlatilag bármelyik eszköz, ami ugyanarra a wifi-re csatlakozik, az kap egy címet, és az alapján meg lehet találni, hogy ez vajon milyen eszköz. De akkor ilyen alapján azoknak, akiknek van tévé és a tévéjükben kamera, akkor előbb-utóbb a hatóságok elérhetik, hogy feltörjék a tévé kamerádat, nem? Ez így van. Tehát, ha az ajtód előtt ül egy ember egy laptoppal az ölében, és nagyon dolgozik, akkor tudod, hogy ő most töri fel a wifi kódot. De azért ez már tényleg ilyen Orwelli, gyerekek, gondoljatok az bele, igen, hogy mindenet figyel. Figyel a tévét, figyel a telefonod. Hány csatornán keresztül tudnak téged a saját intim környezetedben megfigyelni. Azért ez döbbenet, és itt nem arról van szó, hogy féljen az, akinek félnivalója van, nem? Sosem arról van szó, hogy ha mi úgyse csinálok semmit, hát azért az a magánszféred. Azt elkezdik tévén keresztül figyelni, mert kíváncsiak, hát ez döbbenet. Mondjuk akármikor haszna is lehet a dolognak, tehát hogy mondjuk van egy túlszejtés, és mondjuk a jövőben mondjuk alapvetően minden televízió rendelkezik majd ilyen funkcióval, akkor ott kikérhetik a szolgáltatót. Hát igen, csak itt sose ez a motiváció, hanem az üzleti érdek, a profit, az, hogy minél jó, többet tudja. Na jó, de most mondtam egy jó fedő sztorit. Igen, ez nagyon szép volt, ez a túzdáma sztorit, igen. És a tévé pedig interneten küldi az adatokat, ugye, Márk? Igen, ez így van. Te mivel foglalkozol egyébként? Én informatikusnak tanulok Dunaújvárosban. Úgyhogy ha úgy nézem, akkor ez szakma, másrészt viszont hobbi is az informatikával való foglalkozás. És törögettek fel laptopokat? Meg
Nem egészen. A rendszerkarbantartás során az egyik beérkező SMS-etek kicsit vicces volt számomra, és amikor mondta, hogy bekapcsolják a főnök webkameráját. És gyakorlatilag erre bárki bármikor képes lehet egy nagyobb hálózaton belül, hogyha megtalálja a közvetlen csatornát hozzá. Tehát ha nekem van egy webkamerám, akkor te azt, ha meg valahol megtalálod, akkor be tudsz hozzám nézni? Hát mondjuk tegyük fel, hogy bemegyek hozzátok a stúdióban, mint mondjuk rendszergazda, akkor mondjuk rá tudnék nézni. Uh-huh. Egyébként simán be is nyalnánk. Sziasztok, én vagyok az új rendszergazda. Na, végre! Bemutatkoznál, köszönnénk, te leraktál itt valami kütyüt, vagy föltörnéd a kamerát, utána láthatnál minket. Még nem egy nagy élmény, sok minden nem történik, beszélünk. De azért ez izgalmas. Jó van, már köszi, hogy elmondtad ezeket. Igazán nincs még további szép napot nektek. Ciao, hello, hello. Hello, hello. Hmm. Lehet benne valami, mert ahogy hallgattak titeket, ránéztem a tévére, ami rám pislogott. Persze, majd leugrott az állványról, és kimenekült az utcára. Igen. Akkor már értem, miért kapcsolja le a tévét az asszony szex közben. írja nekünk egy másik. Tamás, a főnököd vagyok, ki vagy rúgva? Na jó van, oké. Köszönjük szépen az SMS-eket. Érdekes világ lesz ez, nem? Hogy hány csatornán figyelik az embert. Megyünk tovább, játszunk valakivel, már is hármasugrást. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Azért az SMS 3:49 után 2 perc, hogy Bali kimondta az igen. Most ébredt. Megriadt egy kicsit. Halló, jó reggelt! Halló! Halló, sziasztok! Hello, Anna! Anna játszik? Igen. Anna, hello, itt vagy? Igen, itt vagyok, sziasztok. Hello, ne legyél megillető, de honnan hisz minket, Anna? Berettyújtfaluból. Na, mi a helyzet arrafelé? Hát most nagyon szép időnk van. Süt a nap, nincs hideg, nem esik az eső. Dolgozol már, bent vagy? Igen, igen, mit csinálsz, bent egy irodában. Na, mi, milyen munka ez? Hát hirdetéseket vettünk fel a kollégámmal. Újságot szerkesztünk. Újságot szerkesztetek. Aha. A Berettyó újfalui hírmondó. A harsonás. Hát majdnem. Igen? Csivarca kollégán? Igen. Nem tűntél túl meggyőzőnek azért így ebben a formában. Ott van a szobában. Ott van? Igen, itt van velem. Ő a segítség. Ő a segítség. Uh-huh. De olyan nagy buli nincs most nálatok, hogy hallom hangodon, nem? Vagy úgy picit olyan visszafogott vagy. Vagy már egy csengett. Mert most rápörögtünk a játékra. Ja, ilyen vagy, ha pörögsz? Oh, nehogy színfarcus kapjál, aztán vigyázz. Nehogy baj legyen. Oké. Okay. Szoktak menni a válaszok, Anna? Hát igen. Reméljük most is menni fog. Jól van. Milyenek a kérdések, Jani? Szerintem vihető. Jó. Így szól az első kérdés, Erikát nyakba akasztója. Melyik sportág olimpiai bajnok a Pars Krisztián? Kalapátvetés. Így van. Kollega nagyon csendes, ott volt? Igen. Mit mond, vagy mit mutatta. Csinál? Mutatta. Mutatta? Eljátszott? Nem, ezt én tudtam. Ja? Hogy hívják kollégán? Zsolt. Zsolt. Itt vagy Zsolt? Zsolt is itt van, de most nem beszél. Aha. Ja. Csendes Bob. Ő csendes Bobot játszik. Jó, mehetünk tovább? Igen. Így nevezik. Így szól a második kérdés dedikált Szatyorért. Hogy nevezik másképpen a vesepecsenyét? Vesepecsenyét. Zsolt megszólalt. Zsolt, mondott valamit esetleg? Nehogy benne maradjon valami. Bélszín, így van. Igen, ez Zsolt mondta, hogy segített. Zsolt az informatikus, ő üti a laptopot, Anna húzza az időt. Jó leosztás egyébként. Az igazi nyeremény vadászok. Ugye? Hát így van. Az egyik üti a klaviatúrát, a másik időt húz, és úgy csinál, mint a gondolkodna. A vesepecsenye. Siess már! Megvan már! Yeah. Rosszul érezzük, Anna? Nem. Van benne némi igazság. Hát igen. Nincs ezzel baj, egyébként nem tiltott a segítség, csak mindig vicces. Na jó, a harmadikra akkor viszont kevesebb időt adunk, ha IT-sokkal állunk szemben. Ha egy komplet IT-s csapat jelentkezett be. Hogyha ott van a háttérben Mozilla Zsolt. Mozilla Zsolt. Na mi legyen, megálljunk? Nem, szerintem menjünk tovább. Jó. Érzi, hogy ők jók ketten. Nagyon rövid lesz a válaszra adott idő, jó? Mehet? Igen.
Mit csináltok? Olyan bizarr ez a beszélgetés valahogy. Nem tudom, mit csináltok? Csendben ülünk, és várjuk, hogy feltegyétek a kérdést. Jó, oké, okay. Dedikált sapkáért. Így szól a harmadik kérdés. Kivágta rá a legenda szerint a gordiuszi csomót? Sajnos, a kutya fáj, de sajnálom. De miért kellett ennyire húzni az időt a választ? Ha nem mondjátok, tényleg. Ha nem mondjátok, nem mondjátok, a fene vigyel. Mondtam, hogy Nagy Sándor. De sajnálom. Kínos volt a csönd. Hát itt várunk csak, hogy jöjjön a válasz. Rádió, jó? Hát képet se tudunk mutatni addig. Na, még egyszer. Mehet? Igen. Így szól a harmadik kérdés. Kivágtál a legenda szerint a gordiuszi csomót? Sajnos, hát még tényleg hányszor mondjuk el ezt a kérdést? Anna! Kétszer elkövetni ugyanazt a hibát. Pedig már tudtad a kérdést. Hát már elmondtad egyszer. Hát megpróbáljuk még egyszer? Hát, na, gyorsan. Mehet? Igen. Csak a végén mond. Jó. Kivágtál a legenda szerint a gordiuszi csomót? Nagy Sándor. Most nem tudsz elég gyorsnak lenni. Elég gyors voltam már, nem? Jó van, ügyesek vagytok. Persze. Elfogadjuk. Ilyen gyorsan soha nem szoktunk dudálni. De megmutattuk, hogy tudnánk. Így van. Tudnánk. Megvan az ajándékcsomag, jó? Nagyon szépen köszönöm. Csendes Bobot is üdvözöljük, és neked is. Átadom meg. Gratulálunk, sziasztok. Köszönjük szépen, sziasztok. Ciao, ciao. Ez volt a hármasugrás a Morning Show-val. Készülj a következő megmérettetésre. Micsoda lendület, micsoda életöröm. Hihetetlen. Hát lehet, hogy most viszont óriás. Most viszont óriás parti van, igen. Ja, helyesek voltak, megnyerték az ajándékcsomagot. Egy perc múlva pontosan 9 óra, kedvan, Kassa TV-vel folytatjuk a hírek után. 4:10 lesz pontosan egy perc múlva. Hello mindenkinek, jó reggelt. Hello Feri, hello Jani. Hello Bello, drága hallgatóink. Tele vagyunk közlekedési hírekkel. 6-os út 138-as kilométernél van egy trafi. A hónapra megvan a barátnőmmel a közös képünk, írja egy hallgató. 84-es főút 59-es kilométer, lerobbant kamion a kanyarban, Könyves Nándi üzeni ezt nekünk. Valamint Pápa Celdömöl között kis autó a tetején, teljes útzár, már mentőhelikopter is van, üzeni Laca. M7-es Nagykanizsa felé 146-os kilométernél trafi, csak lassan, Dia küldte nekünk. Valamint M1-esen kifelé, Hegyeshalomnál kamion az árokban, még nem mentik ezt, Manó küldte nekünk. M5 Szeged felé az M0-ásnál baleset, Söndör, és Vásáros-Naményi autópálya kijáratánál van egy trafi, ezt Szenvedő küldte nekünk, köszönjük szépen. Igen, hát ezek a legfrissebbek. Na. Mindig elfelejtem, akartam még valamit mondani, de elfelejtettem. Ja, a fotópályázat. Morningshow.hu-n 50.000 forintos nyereményért fotópályázatot hirdettünk. A gyerekeket ugye lehet imádni, amikor hisztiznek. Hát nem minden esetben. De amikor ugye nagyon sírnak, nagyon hisztiznek, legalább annyira cukik is tudnak lenni, főleg a kisgyerekekről van szó, ezért keressük a legaranyosabban hisztiző gyereket, vagy a legdurvább fejet ki tudja vágni, vagy a legmeghökkentőbb arccal ki az, aki hisztizik, ha elveszik a játékát, vagy nem kap meg valamit, vagy nem akar hajat mosni. Így sírtok ti, ugye ez a fotópályázatunk címe, ide felnőtteket is fel lehet tölteni. Tehát, sőt, erősen várjuk János a 18 pluszban, vagy 18-24-ig nagyon hisztiző csajokat is szintén fel lehet tölteni, és az így sírtok ti pályázat nyertese majd, aki a legtöbb lájkot kapja, 50.000 forintos készpénz utalvány nyer, nettó 50.000 forint plusz ajándékcsomagokat is lehet nyerni. De ha valaki nem akar benevezni, akkor is érdemes a morningshow.hu-ra följönni. Már nagyon-nagyon sok pályamunka érkezett, hihetetlenül cuki gyerekekkel. Nagyon aranyosak, rengeteg like is érkezett, ezekre már van olyan, ami 300 közelében jár. Így van. Úgyhogy gyertek fel a morningshow.hu-ra, délelőtt, délután érdemes megnézegetni a fotókat, nagyon-nagyon helyesek. A fotófeltöltés nagyon egyszerű, ott van fotó feltöltése, képek megnézése, onnantól kezdve teljesen automatikus a dolog. És videót is lehet, ugye, a YouTube-on. A YouTube-on, igen. Keresztül tegnap le lettünk szúrva, hogy nem Tube, hanem Tube. A YouTube-on keresztül. Én YouTube-nak mondom, és így is fogom mindig. Vagy nem állok át. Ez YouTube egyébként. Igen, mindegy. Szóval, hogy igen, ott a YouTube linket kell feltölteni, tehát a YouTube-ra feltölteni magát a videót, és aztán a linket feltölteni a fotó alá. Jó? Na, ennyit erről, mi pedig már is Kassa Tibivel megyünk tovább. Minden kedden a Hungária és az Ünnői Sarkán
egy titkos társaság találkozik. Ők a Fantasztikus Négyes. Vezetőjük nem más, mint a páratlan tenor, kinek hangjára lúdbőrözve ébred az ország. Sebastiano Palazzo. Velük tart az olasz konyha nagymestere, Ragazzi Ferri. És a nyughatatlan kalandor, aki bejárta az egész világot a 4-es-6-os vonalán. Vadon, Indiana Jones. És akivel teljes lesz a 4-es fogat, a főnyeremény, a Jolly Joker. A férfi, aki igazán szeret, ő nem más, mint Tibi for President! Tibi! 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 Kakakasza Tibi, kakasza Tibi. Jaj, nem áll, léci, ne, ha, rohadjál meg. De tényleg lehet, hogy van benned valami, ezt itt kikölgött. Rohadjál meg, kasza. De na, hogy tényleg miért nem, miért csinálod? Milyen korrekt voltam, hogy nem jöttem be fertőzni. Na de most? Ja. Na, jól vagyok, már figyelj, nálunk régen Anett és Anna volt a legnagyobb stábfertőző. A legnagyobb betegség letagadó egyébként. Nem vagyok beteg, mert csak náthás vagyok, mert csak ugye azt mondják, de állítólag egyébként nincsen olyan náth, ami nem fertőz. Tehát, hogy minden ilyen valami nyavaja, az valahogy áthatható. Igen, de amikor már ilyen nagyon beteg az ember, otthon maradni, az korrekt. Ne, abszolút, és azért is jöttem be, mert már jó vagyok. Ne, hagyj már, ha hallod, gyerekem van otthon. Beakadta. Múltkor is ezt mondtad adásban. Múltkor is, hogy mi olyan beteg vagy, mert be, mikor voltam én beteg? Mondjál! Két hete annyira a halálodon voltál, hogy bezártam az ajtót, csak nem jöttél ki, és ezért nem vetted észre, hogy be vagy zárva három órája. Jó, de az másnap volt. Hát az nem a legnagyobb betegség letagadó. Nem vagy, mondom, Anna, maradj, nem vagyok beteg. Nem látod, már, és na, már ott tartasz, hogy nem csak fertőzöl, hanem le is tagadod. Na, ez komolyan mondom. A tagadásban menekülsz, így van. Isten, Jézusom, na mennyire te beteg vagy. De vagyok beteg. Na, tényleg jobban vagy? Abszolút. Kihevertem, bár ez az évvégi szemét az azért sok mindenkit leterít. Tehát azért ez egy elég makacs valami ilyen rohadékság, de nem igazából ez volt az, ami legjobban megviselt, hanem az, hogy az otthon töltött időben gyakorlatilag rájöttem egy olyan dologra, amivel kapcsolatban egy pici megértést és támaszt várnék tőletek. Na. Hogy nem vagyok benne teljesen biztos, de vannak arra utaló sanda jelek, hogy én is öregszem. No, és ez nagyon nyugtalan. Csak kérdezem. Legyetek tök őszintén. Zsenge, én is öregszem. Testre nézünk. Feli, Jani. Persze, hogy öregszem. Én is. Hát nézd már meg a ráncaidat a homlokodon. Szerintem nem. De nézd meg. Ez baba ránc. Én. Hogy én. Észrevettem, tudjátok, mik a tünetek? Amúgyha SMS-t írok, ha SMS-t írok, azon kaptam magam, hogy motyogom az SMS-t, amit írok be. Én nagy faterom ez a... Igen, ez csak komoly működjék. De híradóval még nem vitatkozol. Egyébként csak azért, mert nem nézem. Jó, lassan az jön. Motyogom az SMS-t, amit írok. Tehát megy a motyorászás, hogyha valakivel fejben mondjuk egy szituációt, egy napi dolgot újra játszok, akkor félhangosan vitatkozol gondolatban egy három órával ezelőtti valami ilyen szópárba jellemfelemet. Nem is tudom, nem állok menni. És azon veszem észre magam, hogy tényleg mondom. Az nagyon kellemetlen. És az ő szövegét is hozod? Igen, hozom a karaktereket. Nem akarom, de igen, egy kicsit ilyen skizofrénia. Nem, de hogy motyogok magamban, ez a legkellemetlenebb. Nektek van bármi egyébként olyan, amit így felfedeztetek, hogy ez régen nem volt, és a rohadt életben? Tehát, hogy észrevettél magad egy valamit, amit nagyfaterodon vettél észre, és most már te is csinálod? Nem, mert marhára fiatalosak vagyunk. Nem, mit rá. Csak ne legyetek már ilyen álszentek. Egy valamit, nem hiszem, egy magadba motyogást. Nem nyomjátok, hogy nem tudunk veled. Sőt, hogyha olvasom az SMS-t, akkor azon kapom magam, hogyha valami aranyos jön mondjuk például, akkor bárgyunk vigyorgok, miközben olvasom. Mondjuk, ha így nyomod, az tényleg dermesztő. Hát az tényleg ijesztő. Én sportolásnál érzem másnap, hogy ez még itt nem fájt, ez még ott nem volt, ez még tavaly ilyenkor nem jött. Tehát, hogy megdöbbentem. Fura, igen, tehát aki mozog, az tudja, hogy elérkezel egy olyan pillanatban, amikor ilyen lemész kispályás focizni, és másnap elkezded mindenedet érni. Akkor én eddig azért nem vettem észre, mert nem volt, ugye? Jó, hát ez a veszélytéget nem fenyeget, igen. Én nem mozgok. Jani, semmi? Hát, fűszőr. Így van, a rohadék ilyen hosszú szőrszálak. Hál' Isten, akkor még azért nem. Nem, egy 7 éve. Egy olyan 10 éve. Egy az irányba mész. Az lehet, gyerekek, de most még azért megnyugodtam. Figyelj, nincs fülszőrök. Nincs, bocsánat, hát kövezetek meg ezért. Egy ilyen 20 centis ilyen lián. Nem, azért lehet tenni. Nem. Tenni lehet mindenet. De ezek azért indokolatlan, és ezek nem semmi? Hát nem, nincs még. Egyet vállalját.
Tehát jó, te bevállaltad azt, hogy neked minden lett fáj, ha sportolsz. Igen, érzi. Én a sport után a másnapot azt nagyon érzem. Igen, én a másnapot érzem most már egyre jobban. Ital. Ezt a Feri asztalára visszatérve. Ezt mondom. Én... 3 napig ittunk 20 évvel ezelőtt. 1 napot pihentünk, most 1 és 3. És a másik, ami egyértelmű, hogy nekem öregkoromra kezdett el akadni a nyelvem a piától. Hogy régen abszolút nem volt. Tehát, hogy ittam, nem akadt a nyelvem, csak nem tudom, dölöngéltem, meg hánytam. Most, hogyha ha nagyon berugok, akkor 2-3 tömény után jön ez a na, mert én megmondom neked. És a dölöngén is kimarad. Igen, és már nem is hányom, csak nem tudok beszélni. Mert én megmondom neked. Úgyhogy mondom, nem biztos, egyelőre nem biztos, de mintha én is öregednék, de akkor erre térjünk vissza, mikor még nézzünk rá, hogy ez egy folyamat, nézzünk rá később? Még nézzünk rá később, én még ezt annyira nem adom. Igen, ez egy folyamat lesz. Pár év, ha van fűszöröm, szólok. Jó, most még vagy nagyon durva az orszörön. De mostantól én nagyon tükörrel fogod is sandítani a füled, hogy jön-e a szőr? Igen, nézni fogom. Jó, na. De nem a korai azért. Öregedés, ezen tünetei, amik ma bökik a csőrömet. Ami böki a csőrömet. Egy rovat a Morning Show-ban, ahol felszínre kerülnek azok a dolgok, amik leginkább irritálják hallgatóinkat. Mint például... Kassa Tibi. Jó, és esetleg valami más? Nem Kassa Tibi. Ami böki a csőrömet. Egy rovat azoknak, akiket Kassa Tibin kívül valami más is idegesít. Ami böki a csőrömet. Mert higgyétek el, nincs, amiben ne tudnánk beleverni a csúfot. Na... Egész véletlenül most a betegség alatt kezdte el valami bökni a csőrömet, és aztán ki tudtam bontani egy kicsit érdekesebb dologgá. Van egy csomó olyan dolog, amit nagyon megvédenek, ugye gyerekzárral, ugye, azért, hogy a gyerek ne férjen hozzá, és egyébként rohadjál meg te se. Ez egy ilyen köhögés csillapító, valami felszakító köhögés csillapító szirup. Jaj, életemben, egy nagy klasszikus. Életemben egyszer tudtam kinyitni, soha a büdös életbe többet nem. Ma reggel még egyszer ki tudtam nyitni, Balázs, odaadom neked, ez nincsen elromolva, ez egy gyerekzár. Hát segítsek, nem a 4 éves gyerekem nem van. Nem a kupak a hibás. Jó, igen. Ott van, tessék. Basszus kibontottam. Hát gyerekem van, hát persze, lenyomod. Érted, ugye? Azért, akinél gyerek van, azért azt tudja. Gondoltam, de gyerekzárra megküzdezed. Kicsit ugye lenyomod. Erőből lenyomod és eltekered. Nyomtam én erőből, hát az a csajomat megsírt. Igen, ez az egyik fajta gyerekzár, igen. Igen, van a lenyomos, meg van, amit két oldalt össze kell nyomni. Na jó, ezt most csak aljas szemléltetésképpen küldtem. Alapvetően, mint kategória, a kibonthatatlan dolgok azok, amiket most itt kategóriaként hoztam idegesítőnek. Az a fajta energia, szerintem ilyen itthoni cég, akinek rásimul a dobozára az a nyitókája is, tehát az gyakorlatilag nem tudom megmondani, hányszor rohadt alá a körmöm egy ilyennek. Mert az finoman bemegy a köröm alá. Nem olyan? De. Hogy az ilyen tud fájni, bocsánat, nagyon csuklom. De meg szeretesen csuklom, igen. Nem, de hogy nincs ez meg, hogy nyúlsz alá, és inkább oda a csajodnak, hogy kicsim, neked nagyobb a körmöd, bonyos, törjön már alá a tied, nem? Igen. Csak az övé többe kerül, hogy tönket Igen. A francia manikűr. A másik ugyanilyen bontatlan, hogy a tejszín, ami, azt Feri, ez a te asztalod. Nem is a téva van, de hanem kitekered, és alatta van egy ilyen kis, mint egy ilyen kis és a karika kalantyú, beszakad, a műanyag karika beszakad. Próbálsz ilyen nyomorultan a kis ujjaddal így beleférkőzni, majd amikor nagy nehezen valahogy ott beleakaszkodták, akkor szétszakad. Akkor utána valami késsel szétszurkálod, valami nyomorult módon, nem? Akkor 60 felé fröcsög. Egyébként ezért karikába ceruza beakaszt, és úgy. Na de kérdem én, ha a ceruzát kell beakasztani, akkor jó van kitalálva az nyitási mechanizmus? Csak hogyha nem akarsz nem. Jelenni, hát ennyi. Hát hogy az energiaitat pénzzel bontom föl, mert nem vagy akarom, hogy ne rohadjon alá a körmöm, hogyha a tejszínt ceruzával bontom, meg különben alászakad, és utána egy ilyen konyhakéssel szurkálom, hogy például... És a régi tejekre emlékeztek? A régi literes dobozos tej, ugye ott még nem volt ez, mint most a tetejé meghúzott, hanem vagy ollóval, vagy ugye le kellett tépned. Ugyanez az mennyire undorító volt, megfogtad, és körömmel ízed, és akkor elszakadt, és akkor végén ott maradt egy ilyen megnyúlt ilyen csücsök. Igen. Megnyúlt csücsök, vagy az acskós tejet, ugye nem voltak még ezek jól kitalálva. Le kellett harapni, és ilyen nyúlványok maradtak. Vagy a dobozos tej. Ez egy külön biznisz volt, ugye, hogy ezeket a dobozos dolgokhoz ilyen külön ilyen találékony nyitókat, meg ilyen leszúrod, nem marad benne semmi szép. Hogy szépen tudja kitölteni. De hát van a másik oldal, amit meg nagyon ki lehet nyitni, ugye? Tehát az szerintem mindannyian nyitottunk már ki nagyon francia drazsét, ugye? Amikor... Ez vagy zizi. Tehát egy... Várjál, mindjárt lesz, és abban és megy az egész, és ment az egész a levesbe, nem? Legjobban, én azt szeretem, amit ott vannak ezek a vízautomaták, és van ez a hordó. Igen. Amit ugye meg kell fordítanod, megfordítod azt a 20 literes hordót,
és rávágod a vízautomatára, de úgy vágod rá, hogy másfél-két liter rögtön így. Másfél-két liter azonnal megy, illetve ami beszakad, az a perforált rész, az ugye fölfele tud menni, és az ott úszkál a hordóban. És az ott ázik, amíg te meg nem iszod azt a 20 liter vizet. Erre még nem találtak ki nagyon jobb módszert. Nagyon mutatós. Szépen néz ki, igen. Nem ismered ezt, hogy megfordítod, tudod, rávágod, és akkor belmegy a perforált rész, és ott úszkál. Soha nem cseréltök is semmi. Hát bármilyen. Ja, az is igaz, hogy... Hát én inkább a izébe vagyok a borral, amikor meg belerohadt a dugó, és így próbál vagy fakanállal belenyomkodni, és utána volt. A legszebb, és közben ugye szorítja ki a bort, ami benne van a lenyomott dugó, tehát jön ki a bort. Megy ki, közben úszkál benne, tehát hogy azt gondolom, hogy a nehezen kinyitható, vedd a másik például, ez még csak gyorsan a végére odafűzöm, a például az elektromos fogkefe, meg ezek a különböző ilyen nagyon kemény műanyagban rakott dolgok megvan. Borotva penge, de azt nem tudod, hogy nem, annak nincs megoldása. Annak nincs is, tehát nem is kínálnak rá megoldás, hanem mennyi paraszt, vésőkalapács, ollóf, amit van. Az a szinte ilyen műanyag keménységű, bizony. Nem tudom mi, aminek se tépője, se perforált része, se jelölés, az soha nem bontott ki. Fogkefék, műanyag, borotvák, borotva pengék. Te hogy bontod azokat? Én nagyon éles ollónkon is levágom a tetejét. Az egészet is szétpattintod, és kihúzod belőle. Én nekiesek, én nagyon ilyenkor reménytelen állat vagyok, és akkor darabolok. Tehát neki megyek egy ilyen konyhakéssel. Igen, és egyre agresszívebben jól, egyre elkeseredettebb, vagy tudom. És körbevágom, és tudod, tehát az a teljes reménytelenség. Jó, mindegy, tehát maga a kategória, mint az idiótán becsomagolt, nehezen kibontható tárgyak köre, jogosan böki a csőrömet, kérdezem a bírót. Jó, igen, azt gondolom. A gyerekzár az ervérzet, igen, az nagyon praktikus. A gyerekzár az... Fölvezetésként hoztam. Na, de annak szar volt. Hármas szintű, abszolút indokolt csőrbökés. Mindannyian fejet hajtunk nagyságod előtt. Tibi a király. Megadtuk. Jó ezt hallani. Jó ezt hallani, akárhogy is van. Mit akartál kérdezni, Balázs, így a bökélcsőröm után? Hát, hogy lassan 2 perc van 9:30, és hogy ilyenkor már kicsit mindig arra gondolok, hogy mindig azért húzod az időt, mert esetleg nincs témád? Most nincs. Ugyanis az a nagy helyzet, hogy gyakorlatilag innen én indulok Bécsbe a repülőtérre, tehát ez meg az utolsó kis búcsúzkodás, és gyakorlatilag 2 óra múlva egy finom kiütött 30 napocskára a napfényes tájföldre látogatom. Nem akartam ezt a legelején bedobni, féltem, hogy esetleg elrontaná a hangulatotokat, hogy miért nem laptoppal jöttem, miért ilyen slendrián. Ez tényleg fura, hogy nincsen lap, ugye? Most eszembe. Már el van minden pakolva egy picikét, tehát csak így bepöccentem ide, beugrottam. Bécsből? Mikor mész most? Így van, gyakorlatilag egy-két óra, még ott összepakol egy minimális pakolás, és akkor ugrás Bécsbe, és Bécsből, tehát egy ilyen 10 óra múlva pedig nagyon-nagyon részegen egy bankoki mellékutcában fogok rátok itt. Megállsz egy pár napra bankokban, vagy egyből mentek? Három nap, kis szokásos bankok, kis bankok. Egy kis bankokocska, ott egy különböző mellékutcákban, nagyon elveszve, nagyon... De szeretem, Ázsián. Nagyon nevetgélve ott a kis lányokon, akik közben ilyen öreg német turistákkal, akik fiúk és öreg német turistákat nagyon-nagyon boldoggá tesznek, úgyhogy elindul a menekülés az ünnepek elő. És kint karácsony, kint a szilveszter? Kint szilveszter, de mondom, lesz, tehát nem lesz hó, tehát fehér homokot szórom a fejemre, nagyon, és közben mondom, Hát én szilvesztereztem 30 fokban, annál kevésebb nagy élmény van. Nagyon olyan már elsőn ott a tengerben ászhatod magad, tényleg azért az tud hát nagyon jó lenni. Hozzáteszem, az év minden szakában jó. Tehát, hogy ez igaz. De a hidegből melegbe elmenni, az a leg... Melegből melegbe is nyilván nagyon jó, de amikor itt 0 fok és elmész a 30-ba, az tud jó lenni. Finom lesz. Nem mondom, hogy szeretünk ezért. De ha én ott vagyok, azért, de ti is ott lennétek, érted? Én is ezt mondom a srácoknak majd februárban. Igen. Srácok, ha én ott vagyok, ti is ott vagytok. Persze. Rakjatok rám 3 pöttyöt, majd beszélek hozzá. Tudod, nektek már többször bejött. Szokásos kis kopanga? Szokásos kis kopangán és kis ízés, és három full moon party lesz, hogy háromszor leszek, tehát amikor egy arca... Három full moon is belegyúz. Úgy jön ki, hogy 3 lesz, és az egy nagyon nagy buli, tehát magyarul ott 3-szor fogok úgy ébredni, az apáj... Csak mondjuk el azoknak, hát azért nyilván sokan nem tudják, hogy a full moon party Kopanga egy tájföld egyik szigetén, Szamui mellett, a telihold beleesik a tengerbe, és kb. 20 ember a tengerparton, ilyen vödrökkel a kezükben, alkohol és minden más egyéb befolyásoltság által. Aki arccal fekszik a dagályba. Buliznak.
vannak, emberek arccal benne a tengerbe fekszenek, van a Half Moon Party, ez pedig benne a dzsungelben van. Hát én úgy voltam vele, hogy ez a Full Moon, ez jó buli, de hogy ebből mégse legyen ennyire kevés, mert ez kevesebbet tudna be tartani, tartanak Full Moon, Half Moon, Black Moon, Shiva Moon, anyám Moon, apám Moon, tehát hogy igazából minden héten van egy-kettő. Azért ne szívassatok, hogy 3 hét alatt 3 teli hold van. Ott annyi, üzletileg úgy. Egy kicsit nekem is gyanús, gyanús ez az egy hónap alatt 3 full moon partiba beleesni, az kicsit gyanús. Figyelj, ha annyi tisztok, mint én, 3 teli hold van. Egy teli hold alatt 3-at látsz, és akkor is csak az egyik sorban. De a Kopangán a full moon az olyan, hogy abból Ausztráliából jönnek, Amerikából jönnek, tehát hogy az egy ilyen hihetetlen egy picit, élmény. Picit sokan fogják megosztani rólad készült képet. Amikor igen, bálna. Nézd a bácsit, milyen szépen ott viszi az apája, dagály. Hát én rengeteg ilyen párocskát láttam, akik egyébként ott nagyon egymásra találtak egy ilyen full moon party nagyon részegen, és utána ott együtt ébredtek összekarolkozva a dagályba. Tehát, hogy ott arra kellett. Hát konkrétan hajnából a vízből, igen, mikor jön a dagály, ott húzzák ki az embereket. Egyedül mész, vagy nem spórolsz? A párommal megyek, köszönöm a kérdést. De hogy egyébként, vajon miért menekülök ennyire? Ezt próbáltam egy picit én is megfejteni, és értelemszerűen a válaszokat dalban kerestem. Valószínűleg egy picit menekülök az ünnepek elől is, és valószínűleg ennek egy picit egy ilyen gyerekkori trauma lehet a hátterében. Most azok, akik szeretnék megőrizni maguk és a gyermekük számára ennek az egész ünnepnek, még a Mikulás karácsony ünnepnek az illúzióját, azok most fogják be a fülüket. Kicsit leleplező, és az jó, hogy mondod. Igen, azért mondom, hogyha valaki most nagyon szeretné még illúziót megtartani, az most egy picit akkor lehet, hogy halkítsa le, mert én a saját traumáim mély rások most egy dalban, hogy miért menekülök Tájföldre, jön a válasz. Egész évben jó voltam, szót fogadtam Muternek, mondjuk az is igaz, ha nem így teszek, mint a cölöpöt levernek. Békés nap volt, emlékszem, nem járt még a lift se. A fa körül kódorgott egy kövér nagy szakáll a sípse. Jó voltam, én megtettem azt, amit csak tudtam. Anyu mondta, ne üssek, hát nem ütöttem, rúgtam. Írtam ajándéklistát is arról, amit kérek, de nem gondoltam, hogy valamit majd rútul benézek. Mikulás, Mikulás, ne jázd itt a kukát, én Ferrarit kértem, ki a tököm kért kis kutyát, pedig kaptál kekszet is, meg jó nagy pohár tejet, de jövőre a kútkávába verem be a fejed. Mikulás, Mikulás, ne jázd itt a kukát, én Ferrarit kértem, ki a tököm kért kis kutyát, jövőre csak figyelj, meleg fogadtatást nyújtok, bevárlak a kéménynél és csúnyán alá gyújtok. Mikulás, Mikulás, ne jázd itt a kukát, én Ferrarit kértem, ki a tököm kért kis kutyát. Mikulás, Mikulás, elér majd az átkom, vagy jövőre hoz Lamborghinit, és akkor én mindezt megbocsájtom. Jó. Érted? Érted már? Értjük már a traumát, igen. Gyere ezért, nem? Te ezelőtt te is menekülnél. Én menekülök. Jönnek a kiskutyák, érted? Miközben én egy piros sportkocsit írtam be minden évben a listámra, érted? Aha. Tehát, hogy azért ez nagy csalódás. Nagyon nagy trauma, igen. Lehet. Az első gyeretlemezedet mikorra várhatjuk, mert ez egybe. Az almazenekar már rettegni kezdett. Sír a receptje. Egyébként azt tudod, hogy bankokban most nagyjából milyen állapotok vannak? Tehát azért azt legalább egy hírt elolvastál? Ugye nem fogsz most engem abba belevinni, hogy konkrétan 100 000 vannak innen az utcán, és egy finom polgárháború van, amit 2 éve már, hogy 3 éve elég csúnya vége lett. Nem. 100 000 tüntető lepte a Bangkok utcáit hétfő, miután a tájföldi kormányellenes megmozdulások szervezői bejelentették, hogy nem elégszenek meg a parlament felosztásával, és meghirdették az ítélet napját. Ez konkrét szerintem ez a káoszáró mellett van a királyi palotánál, ez az a tér. Na, de ez 2009-es hír, menjél csak nyugodtan, Tibi. Hagyjad már, hogy friss hír. Ez friss. Mutatom neked, 2013, 12-9, 10 óra 56. Ez itt tegnapi. Tehát Szamújra lehet menni, bankokban nem biztos, hogy mindenféle puszibárokba mulatnám az időt, miközben kint éppen. Jó lesz. Mi keveretnünk ilyen tüntetésekbe, pont 2 évet Vikivel. Te is mondtad? Nem megnyugtató érzés. Piros fejpánt az egyik párt tagjainak, sárga, jó. És konkrétan azt, hogy benéznek a taxiba, és ott áll 100 000 ember így félmeztelenre levetkőzve, jó. És így nézegetik a turistákat, nem voltunk nyugodtak. Jó. Tehát elindultunk be a városba, pont akkor voltak a nagy tüntetések, és szerintem most jobb lenne hazamenni. Igen, és részegen mennyit veszek ebből le? Mi van, gyerekek, 10 játék? A szigeteken nincs baj, de bankok az direkt, most egy picit megint kezd meleged lenni. 3 nap bankokot, hogy ott legyen egy kis kirándulás, de most ezen baromi megcsátom. Ne, jó lesz, az csak nem full moon lesz, hanem full metal jacket. Hát akkor menj fel az úszópiacra egy óra bankoktól, tehát ezeket akkor nél kváj folyót. De ha közben kilő egy-két mesterlővész valami ablakból, akkor az a jobb vagyok? Vagy? Jó, mindegy, valahogy eltöltöm azért. Legyen nálad piros és sárga fejpánt is. Begyűjjél, Tibi, begyűjjél. Nagyon szoros coffalt, hogy ilyen
Én is ennyi vagyok, bebáncsatok. De nem is hallottad ezt? Semmit nem? Hát, szerinted... Hát, pár napja ez már zajlik az életben. Jó, ha is volt, akkor se volt baj. Mi egy híradót megnézel, azért az egyébként nem biztos, hogy baj. Legalább egy metró is sem olvassál már. Igen, legalább egy metrót vegyél már, ha már népszabit nem olvassál. De nem, ez ott nem a népi folklór része, hogy ott kicsit kibennek, bemennek. Ez sokat vannak az utcán, főleg bankokban, ez a szigetekre nem jellemző, de azért az ott megbénítja a légiforgalmat. Tehát 2 vagy 3 éve megszálltak a nemzetközi repteret, ott ragadtak egy pár hétig turisták, tehát az akkor egy picit durvább volt. Ez most még csak kezd beindulni. Mondjuk, hogy ezt visszafelé, akkor lesz gáz. Kopangár nem lesz ilyen, tehát Kopangár ez nem ér el, ne aggódj. Most látom magam előtt az otthon könnyekben, üzében, saját könnyeibe fulló csajomat, aki életében először menne bankokba, és reszketve zokog az ágyon. Lehet, hogy egyből Szamuira mennék, és onnan át Kopangárral. Én is úgy mennék, ha úgy lenne a jegyem. Jó, minden esetre majd gondolok rátok egyébként. Egy picit ugye azt most megbeszéltük, hogy most egy picit pihenésre fordítjuk ezt az időt, és most tájföldi... Ez most szerintem jót tesz neked, jót tesz a rovatnak. Van. Kicsit éjesztessük, nem, komolyan éjesztessük ki az embereket. Várják már itt január végén, február elején, hogy jön Tibi kiéhezve, hogy újra bizonyíthasson. Én most ezt most megígérem, hogy nem fogjátok kibírni a hiányomat, nem fogjátok kibírni, hogy egyszer ne csörögjetek rám, hogy mi van a Tibi fiúval, mi van a Tibi srácsal. Olyannyira nem, hogy ezt még ugye beszéltük, hogy ha már nem vagy a szigeteken, akkor azért jövő héten még egy ilyen napsütés, hány fok, milyen a koktél, kicsit belemész a tengerbe. Azt azért, hogy meghallgatnánk. Januárban már pihenjél, de még jövő héten, ha leértél, akkor azt azért meghallgatnánk. Kimente már érted a tech, hogy kimentsen. Fiúk, itt vagyok, ez rohadtul nem vicces. Azonnal küldjetek valakit. Srácok, itt vagyok, elbarikádoztam magam egy ékszerboltban. Jó, a Puzséra lehet, hogy összefutsz, mert ő most nagy bejelentése volt. Nyugtalan is vagyok emiatt egyébként. Ő hova megy? Nem tudom, kicsit olyan, mint a mindegy. Minden éve való el akar menni, aztán nem megy sehova. Ő is azt mondta, hogy elmegy Tájföldre. Elvonul. Hallottam, nyugtalan. Sokan költöznek el, úgy egy hónap múlva már újra itthon vannak. Vele jó egyébként, ha sétálgatok, meg két ilyen test láttán kiürül a part. Az. Igen. Meg a Puzsér egyedül lesz, neki a legjobb barátja a Ribotril, meg a Sanax, úgyhogy. Te jó ég. Neki nem lesznek nagyobb barátai. Nem veszek részt, de egyébként. A múltkor ugye mentenünk kellett egy picit az imidzsen, amikor ez a rohadt gyáme kaszadal született, ugye, mert picikét túllőttünk a célon az arcoskodással, és kicsit vissza kellett venni egy kis önutálattal. Ne keverj bele minket, lőttél. Tehát újra mondom, túllőttünk a célon ez az önimádattal, és most viszont azt mondom, hogy teligáz, most úgyse fogunk bejelentkezni, nem kell mit puhítani rajta. Jöjjön most egy pici arcoskodás ezzel a bizonyos kakakaszatibi szlogennel. Kakakaszatibi, kakaszatibi. Kakakaszatibi, kakaszatibi. Ha a bazi nagy dzsakuzimban nem találod, hol vagyok, keresd az ágyban, ahol szintén rohadt jó vagyok. Ha meghalnék, lesz bőven, amit majd ráthagyok. Ha nem mondtam volna még, rohadt nagy sztár vagyok. Velem hidd el, csodás lesz a házas élet, ha nem zavar téged a grandiózus méret. S hogy egy hasonlattal eloszlassam a ködöt, biztosan láttál te is már lopó tököt. Kakakaszatibi, kakaszatibi. Kakakaszatibi, kakaszatibi. Pörkölthöz már nem kell lenned többé tejföld, hisz nem sokára majd köszön téged tájföld. Napközben hidd el, ott boldogít a vagyon, és éjszakánként sem bántalak majd nagyon. Ha van rajtam pár plusz kiló, az csodás, legalább bőven van rajtam fogás. De amitől még mindig eldobom az agyam, hogy ezzel az álkapocsal is leiszom magam. Hey! Kakakaszatibi, kakaszatibi, wow! Kakakaszatibi, kakaszatibi, oh! Kakakaszatibi, kakaszatibi, wow! Kakakaszatibi, kakaszatibi, oh! Atibi! Az önünneplős. Ez jó, persze. Hiányozni fog ez. Nem, persze. Grillus Vilmoséknak néhány éven belül tényleg kapaszkodniuk kell. Ebből gyereklemez lesz. Ebből. Ezen egy generáció feljön, azon azt észre fogod venni. Az egy sérült generáció lesz. Jó, egy valamit mit tegyek, megértetek. Megérkezem bankokba, mi legyen az első dolog, valamit megteszek a kedvetekért. Minden hárman kívántok valamit, ott vagyok. Minden adott, meleg van. Csak minden... a kedvesedről küldje a képet. Nagyon szép csúszol. Jó, Janinak a kedvesemről egy képet megígérem. Egyet a nevemben masszíroztas, jó?
ennyi. Na persze, egy jó lábmasszás, egy watermelon shake, egy jó egy jó happy finish. Nem a bum-bum finish. Gondolom, hogy menj valahol, egy jó lábmasszás, egy masszás, egy masszás Balinak. Egy fotó a páromról Janinak. Ferenc. Menj el a pingpong showba, de ne nézd, csináld. Lője Picado a Luffy-ra, igen, makkal. Igen. Minden meg lesz, és szép. Mindent archiválok is, jó? Tehát ez a három dolog meg fog történni, ja. És archiválom is, küldöm nektek értelmszerűen fotóval. És végül mit kívánhatnátok nektem, nekem a jó út mellé, mint esetleg egy jogos taps és egy sikoly? Egy jogos taps és a sikoly, így van. Érezd magad nagyon jól. Te jó pihenést. Nagyon jó pihenést. 3-4-10 lesz pontosan, 3 perc múlva mindjárt jövünk a nap legjobb pillanataival. Ez itt a Morning Show. 3 perc múlva 10 óra. De gyorsak vagyunk azt. Igen, tessék. Oh, hello, Morning Show, Jani, Csabi. Jaj, Andi a csomag pápa. Hello. Hello. Olyan jó SMS-t írtál nekünk, nem számítottál ránk? Nem, abszolút nem. De sajnálom. Mi is. De hallom, hogy szólunk. Mi szólunk? Igen, igen, persze, mindig. De jó. Írtad nekünk ugye az SMS-t, szenzációs az SMS, ugye Tibi mondta, hogy megy Tájföldre, és te csak annyit írtál, én is most indulok Bangkokba, és egyéb pénzintézetekbe. Nagyon szerettük, nagyon helyes volt. Így jártam. Nem írtad alá, hogy hívnak? Mert Laci vagyok. Laci. De kár, pedig 10 órakor, ha valakinek megszólal a telefonja, lehet számítani, hogy mi vagyunk, főleg, ha írt SMS-t. Jó, hát most nem sikerült. Nem. Majd próbálkozom. Kár. Nincsen semmi baj. Köszi, hogy minket hát hallgatsz. Hol hallgatsz helyileg, Laci? Debrecen. Jó munkát nektek. Köszi, ciao. Hello. Igen, sikerül. De máskor mindig úgy kezdett, hogy na hívjuk a nap hallgatóját, és akkor az ember már számít rá. Most majd csak úgy... Na most itt akartam, hogy egyből visszajövünk, már ott van, sietünk, feszes az adás, megyünk. A szignált megyünk, hallotta érted, is. Érted, szignál, de már csörög. Jó ez. Hello, Csabi. Jó reggelt, szevasztok. Na mit szólsz a rohadékhoz? Hogy elmegy egy hónapra, mi? Tud élni. Hát most egy kicsit bánom, én nagyon jól érzem magam a bőrömbe, de hogy miért nem maradtam rockstar? Voltál? Ja, hogy úgy. Mondjuk, ha valaki szabadsághoz hozzá tud szólni, azt te vagy. Tehát, hogy... Jó, de annyi szabim még nekem sincs, hogy elmenjek a világ végére. Voltam Ázsiában? Soha. Nem hagytam el Európát sem. Pedig ti is nagy visszatérők vagytok, csak ti minden évben ugye ugyanarra igen, a helyre. Igen, Olaszországba járunk. Olaszország. De egyszer azért ezt kipróbálnám, hogy milyen elmenni a nyárba. Az jó lehet. Menj el a Sárkány Centerbe. Majdnem ugyanaz. Füttesbe nagyon. Igen. Így áll egy dinnyeséket, és gondold azt, hogy Tájföldön vagy. Jó van, Csabikám, remekzenéid lesznek ma is? És ráadásul hozom Robbie Williams új slágerét. Ugye tudjátok, hogy múlt héten pénteken kezdték el árulni a jegyeket, és már aznap egyből az első órákban az állójegyek kész, vége. Úgyhogy már csak ülőhelyek vannak, minden esetre a Go Gentle az szól a következő órában, és nekem már megvan a jegyet. Képzeld el. Komolyan? Álló. Hát, hozta Jézuska? Siettem, majd hozni fogja, igen. Hozza Jézuska? Igen. Tényleg? De jó, helyes. Aranyos. Nem, ülő, mi ülni fogunk. Csakára hát a tini körjöngjenek, nem a táncoljanak meg. Nem. Persze, még legalább látunk. Egyébként jogos, igen. Oké, Csabi jön a kívánságműsorral, 555-55-00, itt tudtok tőle dalt kérni, ha szeretnétek, mi pedig jövünk holnap. Szevasztok! Sziasztok! Csau.